Parti Arcok Podcast. Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk. Sziasztok, drága hallgatók, ez a Parti Arcok Orgász Podcast 33. adása. Én Pásztor Viktor vagyok, és itt van velünk Sörös Ámos. Sziasztok! A mai adásban visszahívtuk Fogel Mártont, úgyhogy időzlünk itt a stúdióban, Marci. Sziasztok, sziasztok Aki... ismét két adással ezelőtt a testvérével mesélt az ibcc és élményeiről, illetve a Balatoni tórekordról, és akkor megbeszéltük Marcival, hogy mesél nekünk, illetve nektek arról, hogy pontosan hogy működik a orgász influencerség. Nem biztos, hogy jó ez a szó, Marci, majd kiavítasz. Az biztos, hogy arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet felépíteni egy orgász márkát, vagy egy avatárt a Facebookon, az Instagramon, a Youtube-on, illetve a TikTokon ugyanis Marci ezeket mindet csinálja évek óta, és elég nagy tapasztalata van benne, ráadásul sikeres, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy tőle fogjuk megkérdezni ezeket a kis dolgokat, hogy hogy kezd csinálni. Úgyhogy ma egy picit szocialozni fogunk, illetve hát nyilván a horgászatról fogunk beszélni, de előtte gyorsan elmondjuk, hogy mindenképpen iratkozzatok fel azon a platformon, ahol éppen hallgattok minket, ne felejtsetek el követni minket a Facebookon, az Instagramon, illetve a Fishinden. Csatlakozzatok hozzánk az Facebook csoportunkba, amit Parti Arcok podcast csoport néven találtok, ezt sose tudom egyből egyébként. Illetve azt se felejtsétek, hogy ez a podcast sem jöhetett van létre, hogyha nincs a Fishinda, úgyhogy töltsétek le az applikációt, osztátok meg a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishinda Marketplace-en. Úgyhogy most akkor bele is vághatunk a mai témánkba. Marci, mi történt veled az elmúlt két hétben, amióta nem láttunk? Voltál pecázni? Természetesen voltam pecázni, fogtam is halakat, fogtam igazán izgalmas halakat, tehát hogy hogy készülőben van több új film, szerintem van, van közt olyan anyag is, ami nem csak horgászok fognak rá kattintani, és teljes mértékben meg fogja rengetni a horgásztársadalmat, és wow. a nem társadalmat is az idei évben egy kicsit a tabu témákat szeretném majd boncolgatni a, a, saját oldalaimon, és úgy érzem, hogy egy eléggé komoly anyaggal fog beindítani. Nem akarok mondani róla még így előre semmit, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy röhögés és erős gyomor kell ahhoz, hogy akár csak összevágjam a filmet. <laughs> de várjál, valamint azért mondjál erről, mert három év múlva egy adás mostantól képes, tehát számolsz úgy, ha hogyha... Már mert tudsz aztán olyan információt, akkor neked mikor fog kimenni ez a, ez a felvétel? A Én anyag? nekem kávé egy másfél hete megvan az összes anyag, Aha. és azóta gyűjtöm az erőt, hogy összevágjam <laughs> azt a filmet, csak hogy így el tudjátok képzelni, hogy miről is van szó. Uh, mit tudnék róla mondani? Biztos vagyok benne, hogy Magyarország talán összes weblapja, vagy nem, nem is weblap, hanem minek hívják azokat? Portál, Aha, ilyen portálon? portál. Nem tudom, hogy lehet-e különböző portálokat Nyugodtan. megnevezni, de hogy nem is feltétlenül a pecaverzumra gondolok, hanem minden olyan portálra, ami mondjuk nem horgászattal foglalkozik, valami-négy. Akár. Origo igen, volt. igen. Tehát, hogy szerintem ezek is le fogják hozni cikkbe ezt, ezt az egészet. Most már nagyon felizgattál, kíváncsi Ö... vagyok. Fia, a, néni, a szililat, imádja címádja, ha baj. ha hogy ha valaki rá fog kattanni egyből, akkor azt hogy olyan szallak címeket lehet majd erre az egész anyagra kihozni, hogy azt kell rám mondjam, hogy teljesen már bocsánat, hogy azt mondom, de elmebetegnek tartom azt, akinek ez az eszébe jut. És ez te vagy. És az én voltam. <gül> <gül> hogy ezt azért nagyon-nagyon fontos tisztázni. De ugyanakkor megvan benne amúgy a, a másik oldal, hogy igenis egy működőképes dolog, és igenis van oka annak, ami miatt ezt meg lehet csinálni. Ettől függetlenül egy olyan erős tabut boncolgat szerintem az a téma, amit éppen abban a videóban csinálok, ami nem csak horgászokat, hanem nem horgászokat is be fog vonzani arra, hogy megnézzék ezt a kisfilmet. És úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy az első gondolatokat félreteszi az ember is ténylegesen átgondolja, hogy mi is történt ebben a még nem összevágott filmben. Itt uh, nagyon jó erről beszélni, igen, nem igen, tudjuk, igen. miről beszélsz, de igen. Jó? egy videóról, egy, egy, egy olyan műfajban, ahol csak hallani lehet. <laughs> igen, tehát nem is tudom, hogy, hogy, hogy vágjak bele, tehát hogy konkrétan, konkrétan most én megmutatom nektek a, az első másodperceket a, a filmből, csak azért, <laughs> hogy legyen egy kis humorérzékünk mindig minden mindenhonnan. Tehát, meglátjátok, és az egész úgy indul, ugye, mint általában minden film, tehát, hogy most egy nagyon-nagyon egyszerű példával írva, üdvözlöm a kedves nézőket, Jankovics Krisztián vagyok, Aha. és ez a Fédermánia műsora. Tehát, hogy ez így beleég az emberek agyába. Ezt fogjuk bevágni intónak, hogy <laughs> Igen. Janko eljött hozzá. <laughs> és, és alapvetően az... <laughs> Tehát, hogy alapvetően azt kell, mondjam, hogy ott álltam a kamera előtt, többen néztek, mert hogy erre azért sokan kíváncsiak voltak a, a közel ismerősök közül, akiknek ugye elmondtam ezt az egészet, és nem tudtam, hogy elkezdeni az egészet. Tehát, hogy ott álltam, annyit azért elmondok, hogy gumikesztyűbe, csak hogy azért meglegyen a kis clickbait az egészbe, gumikesztyűbe ott állok a szélbe, és azon gondolkozom, hogy igazából elkezdjük, vagy ne kezdjük, vagy mondjak <laughs> Ezért, valamit, vagy nem ez mondjak. Ez az, az, az adást tízerben. Tehát, hogy, hogy ez valami... Legyen szó bármiről. Egészen elképesztő volt azt kell, hogy mondjam, és az, hogy a végén minden úgy jött össze, hogy kitaláltam, és, és egy igazán gyönyörű harcsát fogtam amúgy. Tehát, Ó, ezt hogy le, az, lehet tudni. Ez tehát, van, hogy. hogy egy nagyon-nagyon szép és nagyon jellegzetes harcsát fogtam meg, ami Magyarországon? Igen, 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 ez egy magyarországi film lesz. Van több külföldi film is jelenleg vágás alatt, de hogy, hogy ez, ez azért egy olyan dolog volt, amit azért nem mindig lehet összehozni. Na de mutasd csak azt az elsőt. Mutatom, első, mutatom, mutatom, percet? mutatom, mutatom. Én, gyanítok valamit, de. Tippeljek? Ne? Mert, mert, Tippelj. mert Marci erősen a TikTok vonalról érkezik, és sosem ott azért az tele vannak ezek a harcsás, kiszedem a harcsát a földből, meg a falból, meg a mindenhonnan. A, Én ezeket sosem értem, az mindig olyan, hogy mindig olyan, hogy belenyúlnak, közben nézik a videót, aha, vagy, az, az már nem tudom amúgy, hogy mi történik. Aha. Igen, tehát, hogy itt ugye már fölvettem itt a, meg, a gumikesztyűt, itt és kőkeményen az feszengek igen. azon, hogy vajon megpróbáljuk-e egyáltalán, és aha. próbálom összeszedni az összes gondolatomat arról, hogy mit is kéne mondanom most. Hatalmas szenvedést látunk a képernyőn. Igen, igen tehát, hogy, hogy bármennyire hihetetlen, lelki tusát. Tényleg őszintén azt tudom mondani, hogy hogy soha nem gondoltam volna, hogy egyszer egy ilyenbe belevágok, és az egész ötlet amúgy, hát szerintem körülbelül 15 évre nyúlik vissza, Aha hogy ez így először felmerült bennünk, és... De már mint ez, 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 amit most csinálsz, hogy vagy, vagy maga ez a tartalomgyártás? Ez, ez, a, ez a, videó. Ja, Tehát, hogy kizárólag ez a videó ötlet, ez kb. 15 évvel ezelőtt egy viccként jött fel a nővérem és köztem, és aztán úgy alakult, hogy, hogy 15 év múlva lett lehetőségem arra, hogy ezt, ezt összerakjuk. Jó, mikor fog megjelenni, és hol? bevallom őszintén, hogy most már muszáj lesz, hogy megjelenjen, biztos, Így van, hogy a YouTube-on fog megjelenni. Aha. Reményeim szerint a következő három hétben össze tudom szedni minden bátorságomat, és nem is a vágás része lesz a nehéz, hanem feltölteni ezt az internetre, és reménykedünk abban, hogy, hogy másnap nem fogok halálos üzeneteket és fenyegetéseket kapni, és közben nem is tiltja le a YouTube ezt a videót. Benne van lehetséges, hogy ezt ilyen nem, olyan tartalomnak fogják ítélni, ami nem való, de... Én úgy gondolom, hogy igen, tehát, hogy benne van. Ha. Benne van egyértelműen az, hogy, hogy, azt mondja a YouTube, hogy na ez nem, tehát, hogy, hogy erről szó sem lehet, és Kábé ezt úgy képzeljétek el, mint biztos néztetek National geographic vagy Not, Not Geo és uh, igen, <laughs> igen Igen, tehát hogy és Azért az is mindig este 11 után voltak az, a, az igazi tabu témák. E, azt, azt csak úgy nem rakjuk ki a Youtube-ra. Na hát úgy gondolom, hogy ez, ez egy, egy egy évvel ezelőtt biztos emlékeztek arra a híre, hogy a srác, amelyik a, a, a fészkán horgászat igen. beugrott igen. a vízbe, igen. vagy berántotta a harcsa, igen. kinek hogy tetszik, na hát ez kőkeményen megrengeti azt a szintet. Tehát Aha. hogyha az a videó az elért nem tudom, egymillió megtekintést, akkor ez ahhoz képest teljesen elmebetek. Tehát, hogy, hogy, <gül> <gül> hogy erre azt tudom mondani. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy úgy gondolom, hogy a horgászathoz meg minden szenvedélyhez kell egy kis őrültség. Tehát, hogy... Az egész élethez. És azt szerintem egyezetből. nekem... Teljes mértékben megvan. Az egyik nagy példaképem, hogy ilyet is tudjak mondani, a Móri Pisti, aki minden előadáson elmondja azt, hogy hogy az életet nem szabad túl komolyan venni. Hát úgy gondolom, hogy ezzel az anyaggal nem sikerült túl komolyan venni. <laughs> okay. Na hát, hogyha három hét múlva lesz reményeid szerint kint, akkor lehet, hogy be is fogjuk majd linkelni a leírásban, mert ez is három hét múlva fog kimenni kb. Úgyhogy, király. Na de akkor egy picit menjünk vissza az alapokhoz. Ugye azt mondtam, hogy te Facebookon. Instagramon, Youtube-on és TikTokon készíted a tartalmakat, ez oda készíted a tartalmakat, és ott építed a közösségedet, gyakorlatilag így átjárva a platformok között. Mikor kezdted, és miért kezdted el ezt az egészet csinálni? Hát nagyon-nagyon messziről kezdeném. Igazából az első emlékeim között az van, hogy horgászom. Tehát, mm -hmm. hogy éppen édesapámmal, pont a múltkor a bátyám posztolt az Instagramon egy fényképet, ahol ketten állunk, és én nekem is spitzbot van a kezemben. Én nekem konkrétan az az egyik első olyan emlékem, hogy, hogy én ott már horgászom, és uh -huh. az szó szerint megvan uh -huh. nekem az a, az a fénykép, hogy az mikor készült, és hogy hogy éppen mit csináltam. Uh -huh. És hát teltek, múltak az évek. Én nekem volt egy nagyon szerencsés időszak, amikor Svédországba lehettem, és elképesztően sokat horgáztam uh -huh. Svédországba. És az a, az a párom, aki az akkor kimentem, ő vele... Volt, hogy összebalhéztünk azon, hogy már megint horgászni megyek, és közben már édesanyám nyomta azt, hogy nem is érti, hogyha ennyi időt szánok valamire, akkor miért nem csinálom meg a saját oldalaimat, és akkor ugye így született meg a, a, az első oldal a Facebookon, ugye a VM Fishing oldal. És onnantól kezdve mert abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy akár mikor elmentem horgászni, akkor tudtam azt mondani, hogy dolgozni megyek. <laughs> <laughs> ez. Milyen... Tehát ez, ez elsősorban akkor még gondolom, hobbi volt. Tehát Persze, hogy... tehát ez teljes mértékben hobbi volt. Én alapvetően a, akik nagyon-nagyon mélyre belenyúlkálnak a különböző pergető hmm. csoportokba, azok észre vehetnek olyanokat, amikor még nem voltak meg az oldalaim, hogy eleinte csak egy egy fényképnek a sarkában egy VM felirat hmm. volt látható, és akkor onnan fejlődött az egész tovább oda, hogy, hogy megcsináltam a, a Facebook oldalamat, aztán a Youtube oldalamat, az Instát, és legvégül a TikTokot egy évvel ezelőtt. Bevallom őszintén, hogy semmilyen célom nem volt azzal, hogy, hogy megcsináltam ezeket. Én iszonyatosan szeretek horgászni, szeretek a vízparton lenni. Úgy gondolom, hogy ugye először a Facebookon nagyon-nagyon szép, tudtam leírni az éppen aznapi eseményeket, ami amit úgy vettem észre, hogy tetszett az embereknek, és viszonylag rövid idő alatt számomra egészen meglepő módon egészen sokan kezdtek el követni, mm. és ezzel felbuzdulva kezdtem el csinálni aztán, aztán mást is. Engem nagyon-nagyon zavart az, hogy, hogy mindig minden Horgász platform a reklámról szólt. Uh -huh. És ez engem iszonyatosan idegesített régebben, meg még most is. Egy és ez egy létező jelenség, az egész. Tehát nem nagyon készül új tartalom ma Magyarországon horgász témában, horgász Hogy ami nincsen meghirdetve, évek talán. Igen, <laughs> ez a tartalom. <laughs> Bár a fishing szoktuk igen. hirdetni, de az a sajátunk szóval. Én nem, nem fizet... mertem kimondani, nem, hogy nem is a kövessétek jelte, a fishing t és vásároljatok a marketplace Ezért, ezért amit te magunk elmondtál, nem hogy szépen, úgy De tény, hogy hogy ugye minden olyan célra készül, és hát 99%-ban, hogy valamit eladjanak vele, vagy megjelenjen a márka. Ilyen, kicsit ilyen top-shop top shop hangulata van néha ezek a igen, igen Tehát, hogy, hogy teljes mértékben azt érzem, hogy le akarják nyomni a torkomon mm. azt, ilyen. hogy megvegyem, de még egy Facebook bejegyzésben is. Tehát nem telik el úgy bejegyzés, és hogyha megfigyelitek a különböző neves tesztforgászokat, mert ja. a Magyarországon ezt így hívjuk, bár remélem, hogy majd kitérünk erre, hogy a tesztforgász mint olyan nem létezik Magyarországon. Igen. De minden bejegyzés úgy kezdődik, hogy hát egy igazán nehéz napot kezdtünk el. Egyszerűen nem ettek a halak, nagyon meleg volt, izzadtunk, a vizet otthon hagytuk, naptejünk nem volt, leégtünk, a csónakban még a pólunk is elszakadt, olyan erősen sütött a nap, és végül az este előtt 10 perccel rájöttünk, hogy mi a titok, és ez most lehet akármilyen műcsali, direkt nem mondok semmilyen márkát, és akkor hirtelen egymás után fogtunk 22 darab halat, amiből legalább egy darab országos rekord volt, és kizárólag ez annak a csalinak volt köszönhető. És nekem ebből Bocsánat, hogy ezt mondom, de rohadtul elegem lehet. Igen. Tehát aki jár a vízpartra, és én egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés embernek gondolom magam, hogy éves szinten 300 napot is kintöltök uh -huh. vízparton, amiből lehet, hogy egy óra jut Beccelra, meg az is lehet, hogy öt napig haza sem megyek, és kocsiban alszom. De nagyon zavart az, hogy miért akarjuk eladni azt, hogy az az egy csali mentette meg a napot. Nem az az egy csali mentette meg nem a napot, hanem az egész nap tanulságait levonva, és következtetéseket gyártva, a végén megtaláltam azt a dolgot, vagy eljutottam a napnak abba az időszakába, amikor a hal úgy kezdett táplálkozni, hogy el tudtam kezdeni fogni a halat. És az egy tök jó dolog, hogyha beleírom, hogy az elején, elején szenvedős volt ez a dolog nem igazán találtam, beszakadtam, feldobtam a fára, nem tudom, pakolás közben beütöttem a térdemet, tehát hogy ez a része már tök mindegy, de de hogy ne húzzuk már az egészet rá arra, arról meg nem is beszélve, és akkor most megint elmegyünk egy másik végletbe, hogy én tudom, hogy kik azok, akik átrakják a csalit a halnak a szájába, ez, kik azok, a... akik fel akarnak menni, plusz egy fárasztós videót csak azért, hogy hogy azért olyan is legyen, Aha. és ezek engem iszonyatosan zavarnak. Tehát engem zavar az is, hogy, hogy én tudom, hogy melyik az a guide, aki, aki bekészíti a halat a csónakba, és most lehet, hogy nagyon elmegyünk egy olyan irányba, hogy ez a leginkább polgár pukkasztó nem részletek vajon, lesz. Jen, menjünk vele, menjünk vele. Erről nem beszélnek máshol, úgyhogy jó helyen vagyunk. Ugyanakkor visszacsatolnék egy pillanatra a Krisztiánra, hogy egy rossz szavam nincsen rá, ma is beszéltem vele telefonon, nagyon kedvelem a Krisztiánt, és nagyon ügyes horgász, ez csak egy olyan példa Értem. akart lenni, Persze. hogy ez mindenkinek azonnal beugrik, hogyha azt mondom, hogy üdvözlöm yeah. a kedves nézőket, akkor uff, uh, igen, hát a Krisztián elment pecázni. Tehát, hogy alapvetően elképesztően kezdett zavarni, és igyekeztem olyan történeteket leírni, amik igazak, hmm. és és az igazságá mellett benne van az, hogy a horgászni szerintem azért jár ki az ember, mert szeret a vízparton lenni, szeret halat fárasztani. Én szeretem az igényes képeket, az igényes videókat, a, az igényes tartalmat, és igenis lehet ezt, ezt így csinálni. És látom amúgy a másik oldalon, hogy mondjuk egy jól elkapott posztnak igenis van a számokban uh -huh. megjeleníthető értéke, mondjuk egy vásárlás után, és akkor onnantól kezdve pedig tényleg igazán elkezdett zavarni az, hogy nem, az a pece az nem az utolsó 10 perc mellett jó, az a pece az első pillanattól kezdve jó volt, mert lehetőséged volt kimenni a vízpartra, Igen. amire az átlag magyar horgásznak évente 40 szer van lehetősége, Igen. az úgynevezett teszthorgásznak meg évente 200 szor. És az egyáltalán nem mindegy, és szerintem való ezt felejtik el az emberek. Igen, illetve ugye az az érdekes, hogy ha elmesélné azt, hogy mire jött rá, és miért lett végül is az a nyerőcsali, az sokkal értékesebb, mint hogy elmondja azt, hogy ez lett a nyerőcsali, és aztán elszalad mindenki a boltba, megveszi, és neki nyilván nem fog működni, hiszen nem ment végig azon az úton, hogy rájöjjön, hogy mikor fog az a nyerőcsali. Pontosan, lenni. tehát hogy például, hogyha most visszamegyünk a social médiára, ugye a TikTokon elkezdtem ezt az egy dobás egy hal videókat soha egyetlen egyszer nem említettem azt most a, de az mondjuk nem egy dobás egy hal, de egy dobás egy a videóba soha nem említettem műcsalit, uh -huh. tehát egy. műcsali nevet. Uh -huh. Mert nincsen rá szükség, mert nem azon múlik az Persze. egész, mert nekem vannak elképesztően drága műcsaljaim. úgy gondolom, hogy olyan drágák, amikre jobb, hogyha nem is beszélünk róla, hogy mennyibe kerülnek, meg vannak tényleg AliExpress-es hmm. 10 forintos csaliaim is, és ugyanúgy tudok fogni mind a kettővel, tény, hogy a elképesztően drágával sokkal jobban fáj beszakadni, mint a 10 forintossal, de az megint egy másik kör, Igen. tehát hogy, hogy az, az, az megint nem ugyanaz a kérdés. Én alapvetően azt gondolom, hogy, és nekem ez is hiányzik például a magyar teszthorgászokból, vagy filmesekből, hogy nem feltétlenül érzem azt mindig, hogy a valóságot hmm festik le. És itt most nagyon-nagyon erős Igen. mondattal éltem, és tudom, hogy ilyet amúgy nem lenne szabad mondani, de... De figyelj, egyébként szerintem ez így van, mert többször beszéltünk erről, hogy uh, igazából itt ugye a csomószor már csak abból kiindulva, hogy itt a tesztorgászokról beszélünk, akár itt tényleg az van, hogy egyféle módszert csinál. Miért? Igen tehát nekem a... már ez, ez az, ami... ami tehát ha kimész akkor nem pergethetsz, nem féderezhetsz, vagy esetleg úsz hozzá, vagy tehát, például, ami ez kedved van, érted? Te, és akkor te be vagy, katujázva vagy te, igen. akkor ezt csinálod, ezt a csajt használod, és akkor csak erről csinálsz tartalmat, miközben a horgászat, nem erről szól. Pontosan, Termékfejlesztéshez pontos termék, termékfejlesztés, tök jó szerintem, amit csinálnak, kipróbálják a Persze, különböző keverékeket, igen. és akkor kiderül, hogy melyik a fogósabb de nem tudja összehasonlítani a Krisztián félét, a Dovitot, meg a Promixet mondjuk valaki, illetve hát egy... De nem is lehet. Mi össze tudjuk hasonlítani. Csak azt hát, mondom, hogy ezt nem. egy, egy filmben nem fogod látni soha, hogy melyik anyaga jobb, vagy nem az, hogy jobb éppen abban a helyzetben melyik volt a fogósabb, vagy nem tudom. Ilyet nem nagyon fogsz látni. Pergetésnél valószínűleg ugyanez van, hogy a Dajva teszt horgász, meg a Pestin-teszt horgász, meg nem tudom, nem fogja használni egymás csaliait. De most mondok egy egészen más történetet, tehát, hogy akik délegyházán szoktak horgászni, mm -hmm. azok bizonyára tudják, hogy a délegyházi pergetés az 1 2 3 as tavon, most be volt tiltva egészen, hát nem akarok butaságot mondani, május végéig biztos, mm -hmm. tehát, hogy május végéig biztos, viszont Ugye a sügére akkor szoktunk igen, elmenni olyan, horgászni, olyan, igen. amikor amúgy másra tilalom van, hmm. mert hogy az egy jól fogható a hal, és akkor a, a horgászat iránti függőségünket hmm. valahol ki tudjuk élni, és ebből jött az, hogy mostanában, vagy az idei tavasszal nagyon sok videót láttam a Youtube-on a délegyházi négyes tóról. De ott jön most megint egy csavar, hogy a délegyházi négyes tónak mindig kizárólag az apró pici részén láttam videót, ahonnan a csónakot szoktuk bérelni, és onnan indulunk ki a nagy tóra. <coughs> ez egy azért, azért vicces ez az információ, mert tavasszal elképesztően sok sügér áll be abba, hát kb. a részben, mint kétszer ez a szoba. <coughs> És iszonyatosan sok benne a hal, és értelmszerűen nem egy kihívás 180 éhes hal közé bedobni egy műcselit, és megfogni velük azt a halat. Jó formán, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor akármivel meg lehet Igen. őket fogni. Ezt úgy képzeljétek el, hogy az elmúlt években a vadas Ádám barátommal többször voltunk a délegyházi négyes tavon, és amikor az Ádám úgy döntött, hogy akkor ő elindul, akkor én sokszor maradtam, amúgy még ott, és abban a kicsik is csónak kis tavacska részbe, én még fogdostam a pisztránk sügereket, még akkor is, hogyha egész nap betlisztünk. Tehát értem, hogy az egyik oldalon cél az, hogy halat fogjunk, cél az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy igen, megeszi a ragadozó, ha ezt a műcsalit, csak a másik oldalon nekem hiányzik belőle az a, az a bátorság, mm. hogy azt mondjam, hogy én kimegyek arra az egész nagy tór, és kitalálom azt, hogy amúgy mivel igen. tudom megfogni azt alatt, hogy tovább megyek, nagyon sok pergető videót látunk ugye az interneten. Hányszor futottatok össze nagyobb cégektől olyan videóval Magyarországon, hogy az élő Dunára partról kimentek radar, meg minden szonár, meg akármennyibe kerülő uh -huh, csónak uh -huh. nélkül, és akkor elmentek pecázni, és elmondják azt, hogy éppen aktuálisan hogyan keresik meg egy ismeretlen Duna szakaszon uh -huh. a halat. Ami nem feltétlenül kell, hogy már bocsánat, hogy ezt mondom, százszerzelékig igaz legyen, hogy teljesen ismeretlen Duna szakaszra Igen. elmenjünk Igen. azért, hogy fölvegyük, mert ugye az a filmesnek viszont az munkanap, Igen. és azt ki is kell fizetni, Igen. de ettől függetlenül valahogy hiányzik nekem az a része a magyar a, a magyar filmkészítésből pergető vonalon, hogy ténylegesen segítséget uh -huh. tudjon nyújtani az egyszerű pergető horgásznak. És azért nagyon-nagyon fontos, hogy az egyszerű az itt nem egy bántó kifejezés, uh -huh. hanem én úgy közelítem meg, hogy a, az átlag horgászt veszem alapul, aki évente 60 napot kintölt a vízparton, és aki e fölött van, az egy nagyon szerencsés, és nem egy átlagos kategóriába Így kerül. Van. Így van, ez egyébként annyira hiányzik, hogy nekem ez, vagy én kerestem konkrétan, mivel én nemrég kezdtem el pergetni, és a Dunán szeretnék, nem ismerem a Dunát, és nincsen ilyen. Tehát, hogy ilyen leírások vannak inkább, jobban, blogcikkek, ilyesmi. Balánati ugye szokott néha erről írni egy-két fiatalabb jobbára, meg ugye vannak a nagy akik a régi Dunáról mesélnek, de ilyen videókat nem nagyon találsz, hogy, hogy hogyan keresd meg egyébként, az így van partról. Olyat sokat látsz, hogy csónakból elmennek, és Otosan, akkor tök tehát, fogják a halad. De hát egy kezdőnek nincsen lehetősége csónakra kalmenni, meg radart használni. Na mindegy, igen. És akkor inkább te azt a vonalat képviseled, hogy elmondod az igazságot, de azért keresed a, keresed a polgárpukkasztást is. Én az elmúlt most már, ú, most már több mint öt éve, vagy most lesz öt éve, hát nem tudom, megkavarodtam. Tehát legalább öt éve, <laughs> közelítsük akkor meg így, az elmúlt öt évben mindig odafigyeltem arra, hogy igyekeztem senkivel nem összeveszni, <laughs> igyekeztem olyan posztokat írni, ami biztos mindenkinek tetszeni fog, uh -huh. igyekeztem tényleg, valahogy az volt bennem, tudjátok, és szerintem ebben van egyfajta személyiségfejlődés is, hogy én nem akarok senkivel veszekedni, nem szeretném uh -huh. azt, hogy engem ne szeressenek, és így is egy csomó helyről kaptam vissza azt, hogy jaj, mert te izé, mert nem tudom, meg így úgy amúgy, ami... És most egy kicsit elkanyarodok, talán az egyik legnehezebb feladatom úgy, ebben az egészben, amikor valaki belekezd egy Social Media oldalba, és ebben nem gondol bele, uh -huh. hogy elképesztően sok a negatív kritika, uh -huh. és ezt meg kell tanulni oh, yeah. kezelni túl kell rajta lendülni, vannak olyanok, amik néha igazán betalálnak, és hmm. tényleg rosszul esik, és napokig rágódsz rajta, hogy most akkor mi meg, hogy, meg vannak olyanok, amik persze csak egy gomnyomás, és akkor el is tűnt az oldalról, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy azért azért voltak olyanok az elmúlt öt évben, amik úgy, úgy eltaláltak, hogy, hmm. oh, na, tehát, hogy ezt azért mégsem én legalábbis nem írnám le egy ismeretlennek soha, és vannak emberek, akik ezt úgy gondolják, hogy ez simán belefér, amivel igazából kizárólag az alkotónak okoz problémát, Igen. amivel én amúgy csak jót akarok a másiknak. Tehát erre például egy tök jó példa az, hogy ö, volt idén például az egyetlen olyan TikTok videó, amit kiraktam a Facebookra is, aminek most már majdnem 200 ezer a megtekintése a Facebookon a egyetlen két dobás, két hal videó, ahol ugye kettő dobásból mind a kettőből halat fogok, és arra próbáltam felhívni a figyelmet, ez már az első ilyen polgárpukkasztós posztokhoz tartozott, vagy poszthoz tartozott, hogy nem feltétlenül éri meg minden halmat kiposztolni az internetre, mert a mai generáció, a mai világ az nem úgy működik, mint régebben, bármikor a legapróbb jelet vissza lehet követni egy fénykép alapján, tehát hogyha a háttérbe összeszűkül igen. a víz, van egy híd, másképp áll a bokor, templomtorony, stb. 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 pontosan. Azokat mind-mind vissza lehet nézni, egy Google térképen, egy műholdképpel pedig igenis vég tudom nézni, és el tudok menni, meg tudom keresni azt a helyet, és utána pedig nem egy nagy dolog ott elkezdeni fogni a halat, és ezeket a helyeket inkább védeni kéne, mint hogy mindent posztolni. Uh -huh. Na hát ebből egy akkora felháborodás lett, amikor kiraktam a Facebookra. De, de, igen, van egy ilyen alap. De nem úgy engem érdekel, hogy miért gondolod azt, hogy nem jó megosztani, meg, szóval nem feltétlenül vitatkozni akarok, csak érdekel a te álláspontod is, mert van a, van a másik álláspont, aki, akinek finga nincs, hogy hova kéne menni horgászni, és hogyha nem árulja soha senki, akkor baromi nehezen tud elindulni. Én úgy gondolom, hogy főleg télen, uh -huh. vermelési időszakban uh -huh. ki tudok menni egy-két olyan helyre, ahol végtelen mennyiségű Aha. halat tudok fogni, Főleg, hogyha ezek méretanulóliak, akkor az országos horgászrend szerint, ugye először módszert, végül pedig el kell hagynom a helyet, hmm. hogyha sorozatosan méretanulóli vagy nem fogható halat fogok. A probléma az azzal van, aki felrak télen 12 darab ekkora arasznyi kövese, hmm. süllőt, hmm. meg kisbalint, hogy ők milyen jót pecáztak. Hmm. És ehhez még hozzájön az is, hogy olyan úgy rakja föl ezeket a fotókat, hogy igenis be lehet lőni, hogy ő pontosan hol volt. Aha. És akkor innentől kezdve el lehet gondolkozni azon, hogyha én megosztok ma jelen pillanatban, ha most viccből Igen. fogom magam és felmegyek a VM Fishing oldalra, és egy pontot megosztok a VM uh -huh. Fishing oldalon keresztül, azt mire itt végzünk, alsó hangon tízezer ember fogja látni. Ja. Uh -huh. És innentől kezdve kezdődnek a problémák, mert a tízezer emberből, Igen, ha nem is mindenki, Elég, elég az ha csak egy zsírok, elég, elég, ha csak 20 ember megy oda jel, jel. két naponta, és darálja a halakat, és elképesztően borzalmas károkat tudnak mm -hmm. okozni. Tehát az egyik oldalon ez az, ami zavar, iszonyú. Jó, de ez ugye akkor van, hogyha te egy ilyen népszerű ember vagy a, a közösségi médiában, tehát sokan, sokakhoz eljutsz. Nem, Most ezzel nem mond, értek egyet, nem? mert ott vannak a horgászcsoportok, hihetetlenül mm -hmm. mennyiségű ember gyűlik össze ezekben a Pergető horgászok csak pergetőknek. Igen, igen. Mm. Balinozni szeretek éjjel-nappal. Mm. Dunai pergető. Dunai pergetők. Pergetés szívvel, lélekkel. Tényleg, mm. a, tehát, hogy Persze. olyan nevek vannak már, hogy hogy arra a horgászat ezerrel, igen, igen. horgászat egy kis fékkel, horgászat turbodízellel, tehát hogy tényleg mindenféle van már az interneten, amivel nincsen semmi baj, csak át kell gondolni mindig minden alkalommal, hogy mi az, ami, ami megéri azt, hogy erre kapjak, és tök mindegy, hogy Egyébként ez most 20 vagy 200 lány. Persze. Egyébként erre nekünk a például a motoros csoportban van ilyen, hogy én szeretek terep motorozni, és ez egy tök egy olyan, olyan téma, amit bizonyos helyeken, bizonyos motorokkal, tehát rendszámos motorral, ha nincs nem nemzeti park, nem természetvédelmi terület, nem Natura 2000 ilyenek, akkor ott lehet. De nyilván ott az ember találkozik, túrázóval, a tehát nyilván kultúráltan nem a kiherélt két ütemivel ütöd, mint az állat, és de akkor ne? igen, valahol tudunk ki is példát, de hogy mindegy, van ennek egy kulturális módja, és vannak ilyen útvonalak, amiket előre megosztanak az emberek, és közben mondják, hogy, hogy viszont azért mindenki erre figyeljen oda, hogy tehát ne az legyen, hogyha elmegyünk, találunk egy jó útvonalat, akkor, akkor hogyha az, az, nagyon óvatos, és mindenki olyan helyen ossza meg, ahol tudja, hogy nem az lesz, hogy akkor most rárepül, mert hogyha találunk egy tök jó útvonalat, ami bejárható, mint több, de most de a naponta elmegy 500 motoros, akkor, akkor az ugyanúgy tönkre fog menni. Persze. Ha és ugye a helyzet. És akkor a, a, és ki fognak tiltani onnan. Persze. Alatt, persze. Hát előbb kihúzzák a drótot két fa közé. Igen. Igen. Tehát, hogy a, nyilván a, 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 tehát a meg tényleg az, hogy akkor mindenki viselkedjünk úgy, és ebben tök igazad van, hogy er, és ebben egyébként meg tök jó, hogy te tudatosan azért... Tehát én elképesztően sok halat fogok, köszönhetően az évi 300 napnak, amiért iszonyatosan hálás vagyok a, az életnek, de szerintem, hogyha az 1%-át posztolom a megfogott halaknak, akkor sokat mondok, hm. és az hm. azért van, mert... Mert nem igazán tartom fontosnak azt, hogy most kapjak valakitől 20 lájkot. Uh -huh. Ami most tök mindegy, mert hogy, hogy beszéltünk itt 2000 lájkról persze, is, meg 30 persze. ezerről. Egyszerűen én nekem az a véleményem, hogy nem fontos. Tehát én nem leszek attól több, nem leszek attól keményebb, jobb fejebb, lazább, semmilyen ebb, hogy az egyik videómat, fényképemet 35 ezer ember lájkolta. És hogyha meg szokták tőlem kérdezni, de mégis, és erre sokszor volt példa, hogy de mégis miért fogok ennyi halat meg, hogy csinálom, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy én csak nagyon szerencsés vagyok, és sokat vagyok a vízparton, de pontosan nagyon. ugyanannyira pecázom jól, mint akárki, aki éppen megkérdezi. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az, hogy én ennyi időt tudok a vízparton tölteni, az együtt jár azzal, hogy tudok az év során szép halakat fogni, amit meg tudok osztani az internet népével, akinek ebből annyian le, hogy ez a srác az állandóan szép halakat fog közbe. Egyáltalán nincs így. Van, amikor pont most a TikTokon megy egy, egy, egy sorozat, most volt a ötödik rész, és igyekszem majd lassan megcsinálni a hatodikot. Az pont arról szól, hogy próbálok egy halfajt megfogni, és azt az egy halfajt bemutatni egy felszíni csalival, és igenis elmegyek, most már ötször voltam kint a vizen, már volt, hogy volt ő a kapásom, már volt, hogy megakasztottam, de elment a horogról, már, már tényleg már minden volt, már és akkor ez egész az így fel van építve, vagy először kimentem napközben, egy kapásom nem volt. Utána kimentem következő nap naplementébe, meg volt a kapásom, meg is akasztottam a halat, de egyszerűen, pont aznap, amúgy, nekem nagyon rossz a derekam, Aha. és nagyon fájt a derekam, volt bennem legalább három flektor, hogy tudjak járni, de annyira bennem volt az, hogy mennem kell pecsenni, kimentem, de nem tudtam lehajolni a merítőhálóért, és akkor ott szerencsétlenkedtem, és végül elment a hal. Aha. Ugye, utána ismét kimentem a vihar előtt, hogy az mekkora ötlet, és Aha. az biztos, hogy menni fog, és jó lesz zabáltak a halak, de tényleg, tehát, hogy így olyan elképesztő zabálás ment a vízen, hogy az valami elképesztő, és nem, és volt kapásom, és nem jött össze, és, és, úgy gondolom, hogy igenis ezt is meg kell mutatni. És szándékosan vágom össze, töltök vele időt, lehet, hogy nem lesz akkor a megtekintése, lehet, hogy nem lesz rajta annyi like, mint hogyha egymás után szebbnél szebb halakat posztolok, de ilyen a peca. Tehát, igen. ez egy tök fontos dolog. Egyébként én azt hallom most már a legtöbb embertől, amikor a, a, az internetes horgásztartalmakról beszélünk, hogy mindenkinek az a problémája, hogy nem szól másról egyetlen videó sem, csak hogy bekeveri az etetőanyagot, vagy felrakja a műcsalit, el, elkezd dobálni, hal, 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 fárasztás, hal, hal, hal. Köszönjük szépen viszontlátásra. És hogy nincsen benne az, ami amúgy a peca, mert a peca az nem ez. Az a legritkább esetben az, hogy folyamatosan húzod a halat. A legtöbbször az agyalás, a gondolkodása variálása is -e. hát és meg... aztán aztán persze hogyha sikerül akkor tök jó ha meg, meg a pillanatot, meg legyél jó, tehát hogy persze. nem csak azért megyünk ki pecázni, mert, mert, hogy minden áron halat akarunk fogni, tehát az, az nyilván van. egy, ez egy tevékenységi kör, tehát akkor jó időben szeretnék lenni, szeretnék kín lenni a friss levegőn, sétálsz, mit tudom, megoldod a problémát, tehát ez egy teljesen másfajta persze, szórakozás Meg, a, meg tehát. a, tanulás, tehát a miközben betlizel, vagy tök mindegy, hogyha keveset fogsz, vagy nem olyat, amilyet akartál, vagy nem tudom, az a rengeteg tapasztalat, azzal több lettél, és a legközelebb már ezeket fel tudod használni, és az, amiről te beszélsz, kb. ez, amit te mutatsz be. Igen, tehát, hogy pontosan ugye arról van szó, hogy első alkalommal nappal, aztán hmm. este, akkor volt kapásom, elmondom, hogy akkor megint este megyek és direkt vihar előtt, mert akkor az milyen jó lesz, aztán megint megpróbálom nappal, megpróbálom kisebb csalival, visszaváltok a nagyobb csalira, stb. stb. És olyan apróságokat, Mondok el például, hogy most azért váltottam vissza a nagyobb csalira, mert nem fúj a szél, tehát kisebbet tudok dobni, pedig hosszabb dobással valószínűleg eredményesebb lennék szerintem. De hogyha lenne mondjuk egy kis hátszelem, mm -hmm. akkor biztos ismét a kisebb csalival dobálnék. Amúgy nekem a, az Excel mű nagyon szeretett velem eljárni, pecázni, és nagyon érdekes dolgokra hívta fel a figyelmemet. Tehát bármennyire hihetetlen, olyan dolgokat kérdezett meg tőlem, ugye ő megcsinálta a horgászvizsgáját, és utána mm. tök szívesen mm. jött velem a vízpartra, és olyan dolgokat kérdezett meg tőlem, amire ugye én már automatikusan csinálom, ha. és úgy rendesen el kell gondolkoznom, ú, uh, miért is csinálom így. És amúgy egy tök jó alap volt az egész annak, hogy a TikTokon el tudjak indítani egy olyan videósorozatokat, ami kimondottan, ugye a TikTok a fiatalabb generáció tudja fölhúzni, és tud nekik segíteni. Igen. Tehát, hogy nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy honnan is indultunk, Igen. és hogy, hogy... És akkor itt még egyáltalán nem beszéltem a TikTokon arról, hogy mikor kötök. Tokió rigát, mikor kötök. Dropshot szereléket, Igen. mikor kötök. Akármit, mert, mert, mert egyáltalán nincsen rá szükség, mert, mert ott tartunk még csak, hogy miért azt a napszakot választom, Igen. hogy kimenjek pecázni. Tehát pont, amikor jöttünk be, mondtad, hogy kint voltál napközben igen, a Dunán, igen, igen, a mire nekem annyi volt a válaszom, hogy eszembe nem jutna nyáron 40 fokba a Dunán napközben kint megsülni, hanem igen. kizárólag éjszaka mennék le. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek olyan apróságok, hogy nekem nem ér annyit, hogy szétégek. Ég -e. <laughs> <laughs> annyira nem is apróság. De igen, egyébként, és az volt az érdekes, hogy ott zabáltak, tehát a felszínen ettek folyamatosan, és próbáltam ilyen felszín közeli woblerekkel, de nem tudtam megfogni őket valamilyen. Képzeljétek el, nekem meg, most voltam megint azon a tavon, ahol a vörösszárnyúakat egy, egy, dobás, egy hal, tehát nekem egy ilyen, egy Erről majd mindenképpen egy mindjárt, van. mindjárt beszélünk, meséld el, és aztán erre rátérünk. El. Uh, hogy hallgatok mert összeemeséltem, van egy tó még edelény fölött, uh -huh. havaroknál, uh, tehát, uh, tehát az a mély mordor, uh -huh. és uh, azt szokták mondani a helyiek, hogy ugye oda még Szauron se megy be, uh -huh. <laughs> és csodálatos hely, kicsit tó, és egyszer volt, hogy oda lementem, Havarokkal perget, mondom pergetek egyet, akkor még ennyire sem tudtam pergetni, most adok. és akkor volt nálam egy úszó, szereztem kozár kukoricát, bedobtam, és az első dobásra puk elhúzta. És most is ez volt, hogy tele van vörös keszeggel az a víz, és úgy ma, most is úgy mondom, visszamentem, és kíváncsi voltam, mondom, lehet-e, mondom, ez működni fog-e ugyanúgy. Ugyanúgy működött minden. Tök jó volt, tök ki. Tehát, hogy nyilván egy órát fogtam, mint több mint 11 darabot, megörültem, nem, nem fogtam nagyobbat, nem fogtam másmiért, elengedtem azt, meg abban a haverok, akik nem fogtak még halat, azoknak ott beadtam a kezébe a botot és hát inkább bedobtam, mert az elsőnél elkezdett teljesen szétgubancolódni az orvos, és mondtam, hogy oké, én bedobom, és akkor majd kihúzod. <laughs> <laughs> és ez tök jó volt, de volt egy az egyik ház mellett, és hát ahol, ahol laktunk, ott volt egy ilyen esőgyűjtő, mert ott elég össze tud folyni, és ez egy völgyben van, és ezért csináltak neki egy ilyen helyet. És már mutkó néztem, hogy ebbe biztos van hal. Tudod, én picike van. <laughs> és spentem, és így volt, tele volt, és nem tudtam milyen hal, és iszletesen érdekelt, hogy hogy szerintem ilyen 10 centi körüli kis halak lehettek. De egy olyan, olyan tehát egy ilyen uh, linoleummal, vagy nem tudom, egy ilyen fekete ponyvával kibélelt gödör lényegében, uh -huh. csak jó nagy. És láttam, hogy benne most hogy ezeket valahogy meg kéne fogni, akkor ezt próbáltam kukoricával, az nem ment. Csináltam egy ilyen 15 centi seresztéket, és akkor azt láttam, hogy bedobtam a... A, az úszót, és képzeljétek, az úszóra mentek rá. Tehát azt lehetett látni, hogy bedobta az úszót, és sárga a vége, és így ilyen tíz darab ilyen kis harig körbe lett, és elkezdte csesztetni az úszót. akkor gondoltam, mondom, jó, ez itt nem, 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 lesz jó, nem tudják bevenni ugye, akkor kukoricát, mert uh -huh. annyira kis picikék voltak, aztán végig ilyen kenyérhéjjal, uh -huh. szinte az úszónak a tövére felhúzva a csalit. Úgy tudtam, egy, egy kis kárászok voltak egyébként, uh -huh. és ez csak kárász volt benne. De hogy, hogy igen, akkor egyébként szerintem madarak viszik be a lábukon. Igen, azt, mondja, azt mondják, hogy a kacsa meg a... Tehát Aha. az van, hogy ugye, hogy a, a tólukban megjelenik, hogy uh -huh. az, az, az a természetes, tehát úgy tudnak visszaporodni. Perületileg Képzeljétek el, most akkor kicsit mint biológus... A jövendőbeli biológus. Múltkor olvastam egy egy kutatást. Igen, igen, Tényleg, én a rövid időn belül biológus leszek reményeim szerint. Addig a egyetem ura úgy nem dönt, hogy elhozni kéne Márton, de szerencsére nem fog így dönteni reményeim szerint, mert nagyon szeret horgászni a dékán úr. És, és múltkor olvastam egy kutatást arról, hogy a kocsa, hogyha megeszi, az ikrát, Igen, akkor, is. akkor az ő székletéből azoknak az ikráknak az egy kötője, a teljesen egészséges halként, utána Igen. meg tud születni, Megálló. vagy pontosabban ki tud fejlődni az adott vízbe, óva uh -huh. ugye kiüríti uh -huh. a kacsa az ő székletét. Uh -huh. És egészen érdekes dolog ez, hogy keresztül megy az egész bérrendszerén, Igen. és utána, tehát hogy, hogy milyen érdekes, hogy hogy sétál, vagy repül a madár, pottyant egyed, Igen. beesik valóba, és akkor lehet, hogy abból pedig ott akkor szépen növekszik majd valamilyen hal, és aztán az be tudja lakni ugye az egész, az egész tavat. Tehát ugye egészen Igen, elképesztő. Igen, ezt nem, soha nem hallottam még amúgy, de tök jó. Ugye azt mindig mondják, hogy ahol víz van, ott hal is van. Tehát, hogy nagyon ritka az a víz, vagy hát egy, legalább egy lavornál nagyobb természetes víz, amiben ne lenne hal valahogyan. Tehát valahogy mindig eljut, és valószínűleg ilyen utakon jutnak el a halak. Mondjuk erről is van egy elég jó történetem. A, a srácokkal ezt csak úgy emlegetjük, hogy a halálbánya. Hmm. Elmentünk nagyon-nagyon messzire az ország másik végébe, azért, hogy volt egy, egy ismerős, aki meg akarta venni azt a tavat, és akkor összehívott egy pár ügyes horgászt, és akkor az volt a feladat, a feladatunk, hogy hogy mindenki a saját technikájával, de megpróbáljon valamilyen halat fogni. És akkor voltak ott boldisok, voltak finomszerelékesek, én voltam olyan, aki ragadozó halakra horgászott, radaroztuk a tavat, nem egy kicsi tó volt, tehát egy igazán szép nagy tó volt. Úgy képzeljétek el a tavat, hogy körben ádas volt az egész, de hogy olyan szinten nádas, hogy az egész első nap, nyár, 47 és fél fok, a semmi közepe, de olyan szinten a semmi közepe, hogy tényleg, tehát egy 20 percen keresztül kellett bemenni a földúton, és az is életveszélyes volt. <laughs> és akkor megérkeztünk, vágtuk a nádat, vízre rakjuk a szereléket, végradarozzuk a páton, hogy egy igazán ígéretes tó volt, és az Istennek nem akartak jönni a halak, és eltelt egy nap, eltelt két nap, a nyár legmelegebb napjai voltak, Eskén. tehát ilyen meleg rekordok mm -hmm. döltek meg, és mi ott voltunk úgy, hogy se vízünk, se semmink, mm -hmm. ugye egész nap vágtuk a nádat, el tudjátok mm. képzelni, hogy utána semmi másra nem vágytunk csak arra, hogy fürödjünk egyet, de hát fürdő nincs, tehát be a vízbe, akkor fürödtünk egy jót, és hát nem akarom nagyon hosszúra húzni ezt a történetet, mert tényleg elképesztő. Utána érkezett meg a, állítólag az elmúlt 50 év legdurvább vihara az országba. <gül> <gül> és ezt úgy képzeljétek el, hogy én nem vagyok egy félős srác, hogyha itt sátorban alvásról van szó, de amikor éjszaka Kinéztem a sátorból, és ilyen elképesztően nagy vihar, és a tó közepén volt egy kis sziget, ami belecsapott a villám előttem. Akkor így úgy voltam, hogy na, akkor most van az a pont, hogy én beülök a kocsiba, és ott alszom. Mert akkor a kocsiba belecsaphat a villám, ja. az nem érdekel. És reggel negyed ötkor keltem, elállt a vihar és azt láttam, hogy a négyes félméteres kolibri csónakba annyi eső esett, hogy elsüllyedt a csónak, akkumulátoros túl, motoros túl, mindenhogy. Tehát, hogy így, így, ott volt így a víz alatt a csónak, a botok álltak valamerre, tehát egy ilyen elképesztő, és akkor keltettem a srácokat, hogy figyeljetek, srácok, menni kell. Tehát nem fogunk kijutni ugye a szántáson, mert akkor a vihar volt, és ugye mindent el kell pakolni, ugye nincs is annál jobb, mint amikor a vizes kell bepakolni a kocsiba és valahogy összeszedtük magunkat, a busz nem akart kijönni, és ott ilyen meredek volt a lejtő, hárman toltuk az egyikünkre, majdnem rádölt az egész busz, ahogy ott csúszott le a, a domboldalon, és akkor megérkezett a tulaja a tónak, aki hozott egy papírt magával, egy ilyen biológus biológus felmérte a tavat, és képzeljétek el, hogy kacsatelep volt a, a tó, mielőtt mi oda mentünk, és olyan szintű, Metán mérgezés volt mm, a tóban, ah. hogy a biológus papírja szerint semmi nem élhetett a tavon. Na most mi eltöltöttünk ezen a 14 napot. <laughs> úgyhogy megdöntötte akkor az időjárás a meleg rekordot is azon a helyen, és utána az elmúlt 50 év legdurvább magyarországi viharát végignyomtuk amúgy ott a vízparton, majd valahogy kijutottunk, és fürödtünk ebbe a mérgezett tóba, meg ittunk belőle, meg amit el tudtak képzelni. Tehát nem láttam még olyan kecskebéket, ami sárga színű volt. Erről van fényképen. Ezért lett, vagy leszel biológus, vagy még egyszer ezt a hibát ne kövesd el? Nem, nem. nagy, nagy álmom volt mindig is hogy biológus legyek, amúgy kiskoromtól kezdve nagyon sokat néztem a National geographic és Steve Irwin volt a király, uh -huh. és aztán valahogy, valahogy úgy hozta az élet, hogy elmentem erre a képzésre, bevallom őszintén, hogy soha nem leszek olyan kutató, aki, aki a laboratóriumba fog állni, és, uh -huh. és akkor majd tologatja a petri és azon gondolkozik, hogy vajon ez lesz a következő vírus, ami kiszabadul, és utána nem lehet venni este 8 után pecázni Igen. a Dunára. Sokkal inkább szeretnék valami olyasmivel foglalkozni, hogy különböző állatokat bemutatni, akár valamilyen formában elmenni ide-oda, és hát nagyon érdekes dolgokra lehet amúgy felhívni a figyelmet egészen egyszerű módon, ha, ha kint van az ember a természetben is, ma már tényleg a legegyszerűbb telefonnal is olyan dolgokat lehet fölvenni, hogy, hogy egészen izgalmas, arról nem is beszélve, hogyha még tudja is, hogy pontosan mi történik, akkor az meg úgy végképp egy... Egész érdekes tud lenni. Igen, végén, tehát igen. Hogy, hogy elképesztően jó tud lenni, nagyon szeretek amúgy elmenni a tengerre, az óceánra, hmm. ott úszkálni, nézni az állatokat, tényleg minél több érdekesebb fajt összegyűjteni, megnézegetni, összefogdosni gyerekkoromban ez volt mindenkinek a halála, hogy szerintem nem volt olyan, hogy anyámhoz úgy mentem volna oda a Balaton parton, amikor kisgyerek voltam, hogy legalább 26 darab sikló, az ne lett volna a kezembe, és még négy darab békát így valahogy még így oda raktam a kis ujjaim közé, és azt mondtam, hogy nézd anya! Tehát, hogy, hogy igen, azért ezek is megvoltak. Spanyolországban láttam egy olyat, most olyan helyen voltunk, ahol volt rendesen medúza is, uh -huh. és jöttünk, mentünk, és lehet, hogy van nagy, nagy riadalom, és a kisgyerek szadgálnak egy kisgyerek elől, és szóval nem látod, hogy mi van nála. hozott egy ilyen, több ugye, 20 centis medúzát, de aztán a szájérveg a tetején meg lehet fogni. Fog, fog meg és egy hoztas mondom, hát én meg nem merném fogni. Nem, nem, mindegyik veszélyes mert mint, hogy így... Ezek csíptek már egyik meg csíptek. el, hogy kiskoromban a nagyszüleim elvitték a az unokákat, két turnusba, egyszer az idősebbeket, egyszer a fiatalabbakat nyaralni a világ túloldalára. És amikor ott voltunk mi is, mi voltunk a fiatalabbak. Aha. Amikor ott voltunk mi is, akkor a srácokkal, meg, a, meg az unokanővéremmel, elkezdtünk azzal játszani, hogy a partra sodródott medúzákat, azt úgy kell elképzelni, hogy szerintem ilyen 7-8 évesek lehetünk, tehát, hogy kisgyerekek voltunk a partra sodródott medúzákat nagyon vicces volt, hogyha rájuk léptünk, akkor pukkantak. <laughs> és voltak ilyen nagyon picikek is medúzák. Kocka medúza. És ráléptünk, és pukkant. És képzeljétek el, hogy évekkel később, én ezt tök sok embernek meséltem, hogy mekkora vicc volt, évekkel később nézem a National Geographicot, egyszer csak mondják ott azon a helyen, ahol voltunk, hogy ilyen és ilyen, és apró, és pici, és íze, és kékszínű a csápja, és nem tudom, és picike kis medúza, és nézem, és egy csípéssel meg tudna ölni száz ember <laughs> <laughs> És akkor így nézem, hogy hát jó, legalább vigyázott ránk a volt rajtunk cipő. <laughs> ja, hogy ezt cipőben csúszott. Igen, 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 igen. Jó, igen. Tehát, hogy, hogy ennyi link volt nekünk, mert, mert most nem lenne egy udakas sever, hogy ők a meduzákat pukkadgatták. De szép. <laughs> És hát, hogy ez, ez igen, egy ilyen igen. teljesen hétköznapi dolognak tűnt, mert Aha. hogy hogy... Voltak köztük olyanok is, amik nem voltak veszélyesek, de ott igen. volt az az egy-kettő, ami amúgy tök halálos volt. Fél Félfalut kiírtatta volna. Ja. Félszigetet vagy valamit. Na de visszatérve az egy dovább, és egy halra. Jó. Erre most már vissza kell kanyarodnunk, ugyanis amikor én ezt először láttam, akkor még nem ismertük egymást, és így néztem, mondom, na ez már megint ki. <laughs> Mi ez a sztori? És akkor néztem a videót, volt, és hogy beszél. Igen, és hogy <laughs> e, ilyet azért vagy viccből szoktak mondani, vagy nagyon nagy kamu szokott lenni. De ahogy néztem a videódat, ez nem kamu, ami a te videódban van. Ezek nem vágott videók alapvetően, ugye? Hát nem csak, hogy nem alapvetően, hanem teljes mértékben nem vágott. Nagyon próbálok arra odafigyelni, de aztán mindenbe belekötnek az emberek, hogy hogyan fújja a szél a nádat, hogy nem tudom, a tényleg, tehát olyan dolgokat mondtak már, hogy így Tényleg így azt mondtam, hogy van, van, tudjátok, van egy pont, amikor azt mondom, hogy jó, tök jó, akkor te is meg tudod, etni. örülök, hogy össze tudod így vágni, pont vágót keresek, tehát akkor gyere Igen, már légy akkor nem nekem kell de. ezzel szenvedni. Nem, nincsenek vágva ezek a videók, az egy egyhalnak alapvetően nem az a lényeg. Honnan jött ez neked? Honnan jött? Mondjunk olyat, amire felkapják a fejüket az emberek? Tehát a cím azért elég el 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 klikbét. igen. De az első jó? egydobás egyhal videó az ugye úgy került ki, hogy van egy nagyon nagy kedvenc helyem, ilyenkor nyári időszakban mm -hmm. állunk a Diana Dianai mm -hmm. tabom, Ugye aki, hogyha meghallgatták az előző adást, azok tudhatják, hogy édesanyám Zoltán. <laughs> Tehát, hogy van egy kedvenc helyem ilyenkor a nyári időszakban, és azt mondtam, hogy ígérjék meg, akik látják ezt a videót, hogy Hogyha fogok ebből a dobásból egy halat, uh -huh. akkor belájkolják a videómat, és uh -huh. bekövetnek engem, és úgy raktam ki azt a videót, és semmilyen hashtaget nem használtam. És utána ugye még elmondtam azt, hogy és ráadásul, hogyha megnézik a videót, akkor, akkor nincsen azon a videón semmilyen hashtag. Uh -huh. Tehát a TikTok algoritmusa gondolja úgy, hogy őt amúgy érdekelheti az a tartalom, amit én megosztok. Ez megint egy ilyen kis busztolás volt az egészre, hogy igen, az algoritmus dönt úgy, hogy amúgy kinek igen. mutatja meg, és elképesztően tetszett az embereknek. Pedig az azért nagyon fontos dolog, hogy 120%-ig biztos voltam a fogok halat, mert ott az elmúlt 20 évben igen. nyáron minden alkalommal fogok halat. Aha. De ezt, szóval, hogy értsék, hallgatok, ez egy olyan videó, hogy állsz a parton, és azt mondod, hogy na most, hogyha ebből a dobásból fogok egy halat, akkor aki te most nézed, te belájkolod ezt a videót. Egyébként meg ebben. igen igen. És akkor aztán, természetesen megtörtént. Aztán ugye kikerült ez a videó, az emberek iszonyatosan sokan megnézték, és amúgy az volt az egészben a vicces, hogy fölraktam, és egyáltalán nem hittem benne, hogy ezt bárki meg fogja nézni, főleg <laughs> hashtagek nélkül, meg nem tudom. És a én elmentem csinálni a dolgomat, mert ez valamikor... Nem volt még egy ilyen pusztuljon forjúba se, meg semmi. Semmi. Tehát, hogy az, az a mai <laughs> napig úgy, a úgy, van kint a TikTokon, hogy semmi nincsen odarakva, és elmentem csinálni a dolgomat, és azt valamikor délután kettőkor posztoltam ezt a videót, és este 11-ig rá se néztem. Talán háromkor ránéztem, és akkor láttam, hogy megnézték háromszázan. Mm -hmm. Pedig hashtagekkel azért sokkal jobb eredményeket ér el már csak mm -hmm. egy óra alatt ugye az adott videó. És itt teljesen el voltam keseredve, hogy ezt a hülyeséget minek kellett megcsinálnom, nem tudom. De aztán így valahogy eltelt a nap, mert jöttek egymás után a programok, meg hogy mit kellett csinálni. És este 11-kor ránéztem, és láttam, hogy megnézték a videót. Nem akarok butasságot mondani, hogy 30 ezre, mm -hmm. És így át, hogy mondom, ezt nem akarom elhinni, hogy ez így bejött. De ugye ott volt a, a videó alatt legalább 25 darab komment, hogy ez kamu, mm -hmm. ez izé. És akkor ültem otthon, és úgy voltam vele, hogy nem. Tehát, hogy ezt nem hagyjuk akkor ennyiben. És akkor jött ugye a második rész, amikor megint egy kedvenc helyemen a Diana és Zoltántóra elmentem, amikor belenyomom a Mário kezébe a kamerát, és már autóból elkezdem venni az egészet. Belenyomom a Mário kezébe a kamerát, kinyitjuk a csomagtartót, kivesszük a pecabotot, elmegyek, még ott beszélgetünk is, mert szembe találkozunk ismerősökkel, dobok egyet, és a jóval éppen amúgy beszélgett valakivel, és közben amúgy kapásom van, és fogtam egy harcsát első dobásra, és még így a, a srácok körülöttünk lehet hallani a hogy fú, ez gyors volt, ők ezt nem hiszik el. Tehát így tök <laughs> jól jött ki az egész. És akkor azt is megosztottam, az, az annyira bepörgetett, hogy emlékszem, hogy 47 és fél fok voltam úgy a, a tóparton, de ott a tóparton Kezdtem el vágni a videót, hogy akkor mi Aha. hogy legyen. Ugye a vágást itt úgy kell elképzelni, hogy amikor ezeket a videókat megosztottam, akkor hát most nem teljesen emlékszem, hogy három perc vagy egy perc volt már a limit. Szerintem Aha. három perc volt már akkor a limit a, a TikTokon. De ezek ilyen. Teljes hozba fél 5 ,5, 6 ah. perces videók. Hmm. Tehát valahogy le kell rövidíteni, de úgy kell rövidíteni, hogy ugye nem vágok ki belőle részt egészen a halfogásig, vagy igen. a hal megakasztásáig mert onnantól kezdve akkor jön az, hogy ez tuti kamú, izé, nem tudom, ezért ott csak gyorsítani tudok, de hát nem tudom annyira felgyorsítani, hogy már ne látszódjon semmi, mert akkor megint jön az, hogy na persze, és akkor az úgy oda illesztve, és izé. Tehát, hogy az egyik része az adott a videónak, és a másik részén kell tudni elkezdeni játszani, hmm. és mindjárt nehezebb lesz amúgy a hat percből hármat csinálni. Igen. És akkor ott Gyorsan megcsináltam azt, meg is osztottam a TikTokon, és akkor az is nagyon nagyot futott, és rájöttem, hogy amúgy ez, ez tetszik az embereknek, hm. és akkor erre tök jó üljünk rá, tök nagy buli lesz, és ízé. És onnantól kezdtem úgy szándékosan olyan helyeket keresgélni, olyan pillanatokat, ahol, ahol magabiztosan tudtam állítani azt, hogy innen fogok halat fogni. Mert az elmúlt évek tapasztalatai alapján itt kell lennie halnak, és az egy dobás egy halnak nem az a lényege, hogy én kimegyek a vízparton, és minden dobásból fog halat. Uh -huh. Mert ilyen nincs. Tehát nincs olyan ember, aki minden dobásból halat fog. Ez alól kivétel a nagymárkáknak a reklámfilmjei, <coughs> mert ott mindig mindenki mindig minden percben fog egy halat. De hogy amúgy ilyen nincs. Viszont nagyon fontosnak tartottam azt, hogy... Olyan apró dolgokra tudom ezzel felhívni a figyelmet, ami amúgy nagyon nagy segítség lehet a fiataloknak. Én összetettem volna a két kezemet annak idején, hogyha ilyen apróságokra felhívják a figyelmemet. Iszonyatosan sokat jártam a vízpartra, és kerestem a helyeket, és... Kerestem a jó időszakokat, a, a jó csalit, azt, hogy mikor, mit, hogyan, miért, úgy kötök, stb. Nagyon sokat olvastam, iszonyatosan sok filmet néztem, nem csak magyarul, hanem angolul is, néha franciául, pedig nem beszélek egy szót se franciául, de hogy azért próbálom valamennyire követni a, az eseményeket a filmekben. Tehát, hogy, hogy ezzel szemben pedig. Egészen leegyszerűsítve az egydobás dobás egy hal, azt tényleg kimondottan a kezdőknek szól, hmm. hogy mire figyeljenek Igen. oda, mit csináljanak, kimennek a vízpartra, és azért most már szeretném azt is hozzátenni, hogy hogy az egydobás dobás egy hal, ugye, hogyha tovább megyünk, és ahol már bejött ez az egész mondata a, a köztudatba, mert hogy tényleg Igen. mindenki az utcán megismernek a TikTok Igen. miatt az emberek, és oda jönnek, hogy te vagy az egy dobás egy a srác. az egy szójáték. Aha. Igen. Tehát, hogy ha azt valaki elkezdi tényleg boncolgatni ezt a mondatot, amellett, hogy szerintem nagyon fülbe mászó, abszolút, hogy egy dobás van, egy zigerát, hal, igen. tehát, hogy így tökre megragadja az embernek a fel a, a bele mászik uh -huh. igazából az agyába, a, nagyon csúnyán fogalmazzuk meg, amellett egy szójáték. Tehát, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy minden dobásból fogunk halat, hanem ebből az egy dobásból igen. fogok egy halat. Igen. Tehát hogy, hogy Értitek? Kicsit meg van csavarva. Meg úgy, ahogyan ez igazából egy olyan dolog, hogy úgy gondolom, hogy minden oldalnak kell valamilyen ilyen kis Persze. szösszenet, Szándékosan nem használom hashtagnek például. Tehát nincsen Aha. rá szükség, mert ez egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy ez, ez beleígett az emberekbe, Aha. és azért kezdtem el más csinálni a TikTokon, mert már nagyon idegesített az, hogy mindig az 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 elvárás, és ez egy tök fontos dolog megint, hogyha valaki azzal kacérkodik, hogy saját oldalt csináljon, és szeretné, hogy azt több tízezer ember kövesse. Elvárásaik vannak az embereknek. Igen. Pedig én csak azért megyek ki, mert szeretek horgászni, és ez tök jó megosztani a másokkal. Tehát, hogy, hogy, és valahogy már így váltani akartam, hogy nem, bocsánat, nem akarok minden alkalommal ezt elmondani. Általában a pecáimat amúgy úgy kezdem, hogy az első dobás az tényleg egy dobás, egy hmm. hal, és akkor elmondom azt a szöveget, hogy sziasztok, ez az egy dobás, egy hal, és a végén elárulok egy titkot, amit bla 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 hmm. bla bla. Hmm. De alapvetően alapvetően már akartam valami mást, mert nem azt akartam, hogy én az egy dobás, egy hal legyek, ja, ja, ja. Hanem, hanem tényleg az egy, az egy kezdőknek, vagy pergetéssel, szemezőknek mm -hmm. egy kis segítség. Például lehetne egy dobás, egy hal videót csinálni arról is, hogy miért éjszaka megyek ki a Dunára, <laughs> és miért nem nappal meg még egészen sok mindenről. Tehát, hogy iszonyatosan sok olyan apró dolog van, amire az emberek nem is gondolnak. Hogy például, miért van olyan, hogy elmegyek pecázni innen 120 kilométerre, és amikor 40 kilométerre vagyok a pályától, ahova szeretnék megérkezni, akkor vagy az első horgászboltba megyek, vagy visszafordulok a polarizált szemüvegemért, hogyha nyár van, és süt a nap. Aha. Mert, hogy polarizált szemüveg nélkül nem indulok el horgász nyáron, amikor süt a nap. És hogy ez, erre nem is gondolnak az emberek, pedig iszonyatosan nagy segítség. Igen. Erre mondta azt az Olcsi, aki ugye a TikTokon eléggé nagyot futott, hogy volt egy olyan videója, hogy, hogy öt dolog, ami nélkül nem indul el pecázni, és abban volt ugye a polarizált szemüvegről szó, és az tökre így megmaradt a fejembe, hogy ugye azt mondja, hogy hát polarizált szemüveg, mert minél többet látsz, annál többet tudsz. Igen. És ez egy iszonyatosan okos mondat, hogy ez így van. És tényleg képes voltam már nem egyszer visszafordulni, hazamenni a polarizált szemüvegért. Most már ezt azzal oldom meg, hogy kb. mindenhol van legalább egy polarizált <laughs> szemüveg. A kocsiban néha négy, mert amúgy az a különböző fényekhez a különböző lencsetikust is lehet most Aha. használni, de az meg már megint egy másik. Igen, Igen az a másik vége lett, de egyébként a, melyik platformot szereted a legjobban? Facebook, Youtube, Instagram vagy TikTok? Fú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és azért nehéz kérdés, mert ugye én inkább a Facebookon kezdtem el írni bejegyzéseket. Egyébként igen, ez talán fontos is, hogy valószínűleg a különböző platformokra különböző típusú tartalmat kell gyártani ahhoz, igen. hogy az átmenjen. Igen, egyértelműen, egyértelműen passzoljon. különböző típusú tartalmakat gyártok mindenhova. A Facebookot egy kicsit háttérbe szorítottam, és egy nagyon érdekes oka van amúgy ennek, iszonyatosan helytelenül írok. De hogy olyan szinten, és a, a drága iskola rendszerünk az itt teljesen kiölte belőlem amúgy a vágyat, hogy én egyáltalán írjak, mert hogy mindig csak a, a negatív kritikaért, Igen. és tehernek élem meg amúgy azt, hogy írjak. Pedig úgy gondolom, hogy amikor visszaolvasom a saját posztjaimat, nagyon-nagyon szépen fogalmazok, meg szépen írom le a dolgokat, de az mindig át kell valakivel nézetnem, mert nem adok ki a kezemből fél munkát. Ha valamitől amúgy például vannak olyan márkák, akiket teljes mértékben letiltottam, úgyhogy soha többet nem akarom látni a posztjait, az általában akkor szokott nálam eljönni, amikor nem elég, hogy reklámot nyom elém, de még helyes írási hibával teszi uh -huh. ezt. Tehát bocsánat, figyeljünk már, Tehát az, az engem minősít, hogyha valaki kell, meg akarok osztani valamit, és utána nem figyelek oda írásban a helyes írásra. Vagy, vagy engem minősít az, hogyha összerakok egy filmet, amiben, amiben dohányzom, lerészegedek, és a többi, és a é. többi. Például vannak olyan magyar horgászfilmesek, ma már annyira nem látni őket, régenben amúgy nagyon nagyot futottak, szándékosan nem mondom, hogy kik, mert biztos mindenki ismeri amúgy a, az urat, meg a, a, a fiát engem iszonyatosan idegesítette az, hogy, hogy minden film arról szólt, hogy legalább egyszer be kell rúgni. Tehát, hogy nekem nincs gyerekem, de hogyha az én gyerekem amúgy ezt nézné, akkor iszonyatosan fel lennék Igen. háborodva. Hogy nem, á, nem arról szól a horgászat, hogy elmegyek és berúgok a haverjaimmal. Persze, félreértés, elség van ilyen, van ilyen, elség. Van ilyen van. de nem veszem föl videóra, Igen, és nem Igen. nyomom bele más emberek karcába. És Tökre szerettem azokat a részeket, és biztos vagyok benne, hogy mostanra mindenki összerakta, hogy kire gondolok. Nagyon szerettem azokat a részeket, amikor amikor bemutatták a tájat, a várost, és, mm. és az megint nem a horgászat, de egy tök fontos dolog. És igen, igen. tökre érdekelt az, hogy milyen építészeti stílus, miért érdekes amúgy különben a horgászaton kívül az a hely, és tökre értékeltem, hogy ezt belerakjuk nem akarok a amúgy lerészegedett embereket látni egy horgászfilmben. Mert hát akkor nem ilyen videót keresel. Igen. Hát, hogy lehet nézni állatságokat, de akkor nem horgászvideót keresel. Akkor kerestem. megnézem a jack Így van. Igen. Igen. Tehát, hogy teljes mértékben elkeserítette ez, és tudom, hogy ez most például szembe megy azzal, ami a beszélgetés legelején volt, hogy teljes polgárpukkasztásba megyek át majd de nem a követ. Nem ugyanaz az igénytelenség, Igen. meg a polgárpukkasztás. Tehát, hogy a meg, a polgárpukasztásnak meg egy... van egy célja és egy módja szerintem. A, az, hogy lerészegedünk egy mondjuk bebaszós live-ot csinál a nem tudom én kicsoda, Krisztián. Nem, van, nem egy... ne olyan Nem, az egy másik Krisztián. Az egy, az egy YouTube videó típus lett, vagy nem tudom, ilyen YouTube live típus. Hát az nagyot ment egy időben. És, és az is egyfajta polgárpukkasztás, de az egy ilyen nagyon alja igen, tehát meg, meg nyilván itt most van egy olyan negatív stereotípia, amit nem biztos, hogy kell erősíteni, hogy a, a, a ennyire szól, hogy, hogy elmész az Tehát, hogy Hát meg arról nem meg, is beszélve. Tehát, hogy, hogy ezt, ha így, 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 csinálsz egy ilyen tartalmat, én nem csinálnék ilyet, mert pont azért, hogy nem, tehát nem örülsz, Van olyan, hogy az ember, és jól érzi magát. De, Nekem de szokták de arra... azt mondani, hogy szemtelenül fiatal vagyok, és én ezt mindig értékelem, amikor ezt mondják. <laughs> én abba a generációba tartozok, akik aki azok az emberek, akikről ma mondjuk részben említettük őket, én rajtuk nőttem úgy fel, hogy nekem ők voltak a bálvány, a minden, hogy csak egyszer én is, és így visszagondolva elképesztően el vagyok keseredve azért, mert ne dohányozzanak, ne igyanak, ne káromkodjanak, ne száguldozzanak például. Tehát, hogy félértés ne assék, nem titok, én is szívok ájkost. Én is van, hogy megiszak egy sört, vagy éppen ötöt, vagy tizet, tök mindegy. A félértéslesség mindenkivel előfordult már, hogy gyors hajtott. De ettől függetlenül, ha forog a kamera, akkor odafigyelek minden ilyen apró részletre. Nem azért, hogy én úgy mutassam be magamat, hogy én vagyok a szent és a sérthetetlen, hanem azért, mert van egy olyan fajta társadalmi felelősségvállalásom, hogyha ezt egy 13 éves gyerek megnézi, aki ne adj Isten a következő horgáson, fehován, tök mindegy melyik rendezvényen, oda rohan hozzám, és azt mondja, hogy ú, Marci, adnál egy autogramot, Igen. és csinálunk egy fényképet, az ne azon nőjön föl, akinek lehet, hogy mondjuk én vagyok a példaképe, hogy én amúgy bebaszok, lerészegedek, bocsánat, tehát, hogy lerészegedek, és igen, most már? Igen, tehát lerészegedek, tök mindegy, mit szívok, igen, tök mindegy, igen, mennyit igen, iszok, igen, mert igen, ilyet igen, ne igen, lásson. Van. Így van, teljesen egyetértek ezzel. És ez nincs ott helye. Ez amikor, amikor elkezdtem az első oldalaimat, akkor ez így tökre bennem volt. Engem ez, ez iszonyatosan zavart, mert bántotta a fülemet. Mert azt gondoltam, és itt megint visszatérek arra, hogy milyen szemtelenül fiatal vagyok, azt gondoltam, hogy amúgy ez tök normális. Aha. És így jártam el a haverjaimmal pecázni. Miközben egyáltalán nem normális, hanem akiket én példaképként magam elé képzeltem, azok ezt csinálták a videókba. Egyébként az is érdekes, vagyis a, szerintem az is igaz, hogy a... Nem mindegy, hogy ki mennyit jár horgászni. Aki mondjuk egy évben csak kétszer tud elmenni két éjszakára a haverjaival, az be fog rúgni. Be fog csőrni. <laughs> Igen. De itt nem ezzel ez van a hangsúly. Hát ezzel nincsen baj, hogyha valaki ritkán eljut, és ez neki a horgászat igazából egy kikapcsolódást, egy másfajta kikapcsolódást is jelent. Neked nyilván furcsa lenne háromszázszor berúgni, hogyha erős mindig, lenne. Mindig innál, hogyha a horgász De hogy nincs ezzel baj, nem kell ezt közvetíteni a közösségi médiában, pláne, hogyha maga nagy követő rendelkezik. Pontosan, tehát, megen. hogy aki évente kétszer elmegy pecázni, és berúgnak a haverjaival, tök mindegy, mit csinálnak, az nem nem ebből él meg, Így van. nem ez a munkája, és nem követik 30, 40, 50, Igen. akárhány tízezren. És azért az egy fontos dolog, hogy én én nem vagyok szent. Félreértés és hogy azért az évi 300 peccelből belefér az, hogy évente háromszor, négyszer én is el tudok menni, és a haverjaimmal meg tudok inni Persze. akármennyit, amikor pecázunk, Mert végül is összejövünk a haverokkal, Persze. és el vagyunk. Igen. De ami kikerül, mint film, ott, ott nagyon odafigyelünk arra, hogy mi az, ami abban a filmben megjelenhet, és mm -hmm. mi az, ami nem. Erre amúgy van egy tök jó példám. Van egy elképesztően jó filmünk fönt a, a YouTube-on, nem a saját oldalamon. Nagyon-nagyon sokan látták azt a filmet. Annak a filmnek a felét, amikor néztük át a videókat, instant kukázni kellett, mert nem kerül, de ezt nem, nem nézhetik meg az emberek. Ja, még mi volt rajta? Hát... Mi nem hallhatján. volt, Mi nem volt rajta. Annyit mondok, hogy nem tudtuk eldönteni reggel azt, hogy a pár meg a darab virsli között mi a különbség, és ki hány Jó, tehát hogy így, így meglegyen így nagyjából a szint, hogy, hogy mit sikerült elérnünk. Értem. De ettől függetlenül ez egyáltalán nem látszódik a filmben, amit összevágtunk, mert azokat a részeket, az kukáztuk. Ettől függetlenül megvan az idővonal, Aha, és okay. mindenre szépen odafigyelünk, csak a, az esti jelenetekből éppen csak annyi látszódik, amennyi pont elég arra, hogy akkor utána már jöhet is a reggel, és Aha. köszönjük szépen, akkor ez ezen túl vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, szerintem ma, hogy mindenki azt gondolja, hogy a pecával együtt jár az, hogyha haverokkal vagyunk, akkor berukhatunk, akkor szétcsaphatjuk magunkat, ami részben igaz is, csak hogyha ezt fölveszem filmre, akkor ezt nem csinálom meg, és nem mutatom meg. Engem elképesztően zavarnak például mostanában azok a videók, elképesztően sokat youtube azok, uh -huh. meg tiktok azok, meg instázok, meg facebook azok, tehát, hogy kb. a fél napom elmegy vele, hogy, hogy ezeket görgetem. Nagyon zavarnak mostanában azok a videók, a minden hal után megiszunk egy feles. Uh -huh. Miért? Már, mint nincsen vele baj, tök vicces, meg a haverjaimmal én is játszottam már ilyet. De nem vagyok tőle a menő, hogyha ezt fölveszem videóra, Köszönöm. és megosztom, és a gyerekek ezt nézik. Így van. Egyébként erről elég sok szó esik, amikor a Tibi atyának az alapító egy tulajdonosaival beszélgetnek, ugye, hogy ők sokan támadják őket azzal, hogy az alkoholizmust, illetve a, a gyakorlatilag az alkoholizmust népszerűsítik, és ők sokszor elmondják azt, hogy hát ők nem azt népszerűsítik, de hát nyilván arról is van szó, de nem csak erről. Na mindegy. Szóval, hogy szerintem nincs ez rendjén, hogy a gyerekek ezt látják, hogy ez természetes, és ezt inkább oda akarom kivezetni most, hogy sokszor szoktunk beszélgetni egy bizonyos barátommal arról, hogy a magyar társadalomban mekkora probléma egyébként az alkoholizmus, illetve az alkohol való együttélés, és mennyire nem beszélnek róla. És tök érdekes, hogy amíg mondjuk a marihuánát, vagy bármilyen kábítószert ugye tűzzel, vassal tiltanak, és az az, az való, Valahogy az alkohol az olyan szinten a magyar kultúra része, hogy ez soha nem volt kérdője, hogy mondjuk egy családi összejövetelen ne az legyen az első kérdés, hogy ki vezet. Mielőtt köszönnének. Tehát, hogy a legtöbb, nem tudom, lehet, hogy csak a mi családunk kélne. Én nem tudom, a nem. más családokról nem akarok nyilatkozni, nem, de nálunk tehát... soha nem volt ilyen kérdés mi nálunk nem nagyon iszik a család. Tehát, hmm. hogy... az, szerintem az a rit... legalábbis ott vidéken felénk, ott uh, tényleg az, nál, az nem volt kérdés, az van, hogy... Hogy, hogy, hogy a, a fogyasztás van -e? Na mindegy, és hogy ez ilyen tök érdekes dolog szerintem, hogy amellett, hogy ez egy ilyen probléma, és ez mentálhigiéniai meg egy csomó minden problémát okoz, abszolút nincsen róla szó, bármikor bárki megihat bármit, nincsen prevenció, nincs oktatás, nincs semmi, és szerintem ez egy tök jó irány, hogyha így gondolkodnak a tartalomkészítők, vagy legalább ők nem. És akkor még egy utolsó gondolatot hozzáteszek a, a vízparti az amire ismételten nem hívják fel a figyelmet. Amúgy nagyon veszélyes. Igen. Iszonyatosan veszélyes. Tehát beesik a vízbe, mondjuk egyedül elmegy behúzni, és belsik éjszaka a vízbe részegen, az elképesztően veszélyes, és ott fullad meg a tó közepén, és senkinek nem tűnik fel, csak 20 perc múlva, Igen, hogy van. amúgy hova, hova tűnt van? a Jancsi. És Több. egyébként tényleg így van, tehát egyébként minden évben én, van ilyen. Én, én, én azért viszonylag állás. egy jó úszó vagyok, tehát én bizilabdászt, tehát én sokat voltam, és sokat úsztam, fél, megiszok egy sört a 30%-ára le, leesik az, amit a vízbe tudok úszni. Tehát egy sörtől annyira, annyira megzavarodik az embernek ez a képessége, hogy tehát nem tudsz koncentrálni, és tényleg az van, hogy megiszol öt sört, és ha valaki nem tud úszni rendesen, akkor abból az egy nagy egy probléma lehet. Megijed, meleg van esetleg valami. Igen, igen. Tehát, hogy kapsz egy szívrohamot, ott Megbotlasz, ízét, tök mindegy, bevered a fejed. Igen tényleg lehet akármi ezerféleképpen meg tudsz sérülni amúgy horgászat közben, amúgy is. Nem azt mondom, és félreértés nehézség, én nem, nem vagyok maga a szent, aki azt mondja, hogy senki ne fogyasszon volt a vízparton, hanem azt mondom, hogy gondolkozzunk tényleg minél többet, mielőtt bajba kerülünk. Igen, meg ne, a, ja, a rossz szokásainkat azt ne tegyük köszönlére. Igen, tehát hogy az meg a másik. Tehát, hogy... Meg tényleg, hogyha ilyen van, tehát, hogy az ember, mi az a viktoránk többször volt hanem, hogy elmentünk egy három napra valaha akkor azt tudjuk, hogy első este valószínűleg meg fogunk jó pár sört, lehet, hogy egy-két felest is eldurrantunk, de akkor azt tudjuk, hogy megérkezünk, behúzunk, bedobunk, és akkor onnantól nem nagyon pecázunk. Tehát akkor legyen az, hogy akkor vagy, akkor bulizunk, dumálgatunk, és utána majd két napig fogunk pecázni, mert már a tanulat nem erről fog De, hogy van ez, amikor az ember megérkezik, megörül a másiknak, kicsit bulizunk, kicsit fel fellazulunk, de akkor nem kell vegyíteni a kettőt. Vagy, tehát ne, egy, ha én, ezt, ezt, én szeretem azt, hogyha pecázunk, és te azt mondjuk, hogy jó, akkor most nekiáltunk pecázni, akkor pecázunk. Így van. Pontosan. Tehát, azt csinálod? És, és innentől, tehát ha elkezdesz iszogatni, akkor már nem fogsz úgy hozzáállni, meg nem... Hát, az nem szóval, igen, nem, is, a, nem is az le, lesz de. a fontos, igen. így van. Na, de hagyjuk a piálást, inkább beszéljünk a social médiáról. ról Ha végeznénk, akkor beugrunk egy kocsmába, egy, sör, egy persze, sörre. Egy feles. Oké. Okay. Egy <laughs> sör, nem sör. <laughs> <Egy> <laughs> Hogyan készítette a videóidat? Van külön stábod, vagy... Hát ez magadnak? változó. Van, amikor van. Hmm? Van, amikor van külön vágó is ez leginkább attól függ, hogy milyen, hova kerül ki a tartalom. Tehát például, ahogy már említettük Youtube-ra, jobb, szeretem, hogyha oda azért minőségi tartalom aha, kerül ki, és úgy minőségi, hogy minőségi felbontás, minőségi kamera, minőségi vágás. A TikTokra például sokkal egyszerűbb megoldásokat használok, bármennyire hihetetlen ezzel az egy telefonnal, aha. telefonos vágó vágóprogrammal az egészet összerakva, elképesztően úgy gondolom, hogy színvonalas videókat tudok csinálni a TikTokra. Aha. De hogyha onnan följebb lépünk, akkor például YouTube-ra már nem tenném ki ezeket a filmeket. Persze. Tehát az a platform az arra van kitalálva, hogy csak telefonon nézel, tehát itt ott nem nézel semmi. Tehát nem nézel tévéről, nem nézel Igen. stb. Egy ideig Azt... szerintem nem is lehetett külső forrásból videót feltölteni. Uh -huh. Eleinte csak, csak telefonon lehetett felvenni a saját applikációján belül. Bevallom őszintén, hogy ezt nem tudom, mert De hogy azt én, azt én egy... Hiszem. De lehet, hogy akkor még Musical.ly-nek hívták. Elképesztően friss TikTokos vagyok, tehát azzal az egy évvel uh -huh. szerintem... Két kínos... hónapja nézem. Hát most körülbelül hat éves a TikTok egyébként, azt hiszem 2016-ban indult, vagy robbant be, vagy valami ilyesmi. Akkor még talán musicali néven, és akkor utána vette meg egy nagy kínai valami, nem tudom, ilyen pénzügyi alap és akkor lett belőle TikTok, de hát több mint egy milliárd felhasználója van szóval, ami elképesztő egyébként. És amúgy azt mondják, most olvasgattam így róla, hogy a, a TikTok titka két dolog igazából. Az egyik, hogy folyamatosan fenntartja dopamin szintet azzal, hogy jutalmaz, uh -huh. hogy a következő videó, a következő videó is várod, hogy mi lesz a következő. Illetve a másik, hogy a világon valószínűleg a legjobb ajánló algoritmusa van. A TikTok algoritmus, én nagyon küzdöttem a TikTok uh -huh. ellen. Tehát, hogy én nem akartam semmilyen formában megjelenni a TikTokon. Ez csak azért vicces, mert amúgy jelen pillanatban 28 ezer követő uh -huh. van a TikTokon, tehát, hogy és nem akartam TikTokozni, tehát, hogy egy kicsit sem. És aztán a haverok mondták, hogy de Marci, tök jó lesz, töltsd le, jó buli, és akkor jött az a bizonyos másfél hét. Uh -huh. Kínszenvedés volt. Viszont az algoritmus az közben dolgozott. Uh -huh és iszonyatos, hogy mennyire jó az algoritmusa, és utána a másfél hét után jött egy olyan nap, hogy 16 órán keresztül nem raktam le a kezemből a telefont, Aha. hanem feküdtem a kanapén, uh -huh. a telefon a töltőn, és egész nap pörgettem, és csak olyan videókat dobott elém az algoritmus a rendszer, amiket végig akartam Igen. nézni. Tehát, hogy nem volt olyan, hogy fú, mert ugye minden Igen. új volt, minden izé. ma már azért... Gyorsan átpörgetem azokat, amiből a 142-et látom, aznap ugyanabbból ugyanabból a trendből, de hogy akkor úgy, mindent megnéztem. És így elment vele az egész napom. <laughs> és arra jöttem rá, hogy a TikTok az olyan szinten tudja, hogy én milyen tartalmat nézek, Aha. mit kedvelek, milyen hosszúságú tartalmakat Igen. nézek, mit csinálok, és, és a végén, ami nagyon érdekes, hogy megnézitek a TikToknak az algoritmusát, hogy hogyan rendszerezi a ti kis életeteket, akkor most a TikToknak az a, szerintem, azt próbálja elérni, hogy minél hosszabb videókat néz végig, és nézessen a felhasználókkal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a YouTube-on, hogyha a horgászatnál maradunk, akkor ott is észrevehető az, hogy nagyon elment a YouTube nagyon-nagyon hosszú filmekbe. Uh -huh. Még egy pár évvel ezelőtt az átlagos horgászfilm 10-15 perc volt, addig ma egy átlagos, rendesen jól összerakott horgászfilm az 45 perctől Igen. másfél óráig Aha. terjed, mint egy rendes nagy mozifilm. Uh -huh. És a TikTok pedig ugye onnan indult, hogy először csak pár másodperces videókat lehetett kirakni, aztán egy egyperceseket, perceseket és ugye most már 10 perces videók vannak. Uh -huh. És azok, akiknek nincs ideje arra, hogy 43 és fél percen keresztül nézzék az akármelyik horgászta, hogyan Ausztráliába a, akármilyen halat kergeti, azoknak tök jó lehetőség az, hogy a TikTokon meg tudják nézni az egyre hosszabb tartalmakat. És bármennyire hihetetlen, hogyha figyelitek, hogy milyen videókat dobál ki a TikTok, akkor ha sok időt töltötök el rajta, akkor jön... Egy rövidebb, aztán uh -huh. egy kicsit hosszabb, aztán egy kicsit még hosszabb, és alig egy pár videó után bele fogtok akadni egy olyan videóba, ami legalább 7 perces. Igen. E, nekem lehet, egyébként most ez veled, de lehet. Mert ugye nekem viszonylag friss a, a regisztráció, most tényleg ez ott, amit te is mondtál, hogy az, elej, az első egy-két egy, hétbe fingódni nincs, hogy ezt miért szeretik az emberek. Igen. Ötletet sincs. Nézed, és figyelj, ez szar. Ez, ez nem jó és akkor utána jönnek, jön be egy-két videó, és utána jön az, hogy tényleg, hogy csak felírt, és olyan videók jönnek szembe veled, amit életemben nem is lájkolok, én például nem lájkolok semmit. Én csak nézem. Nem kell, elég, ha nézed. Én csak nézem. Azt is nézem, nézem hogy nézem ezeket. Eddig Igen. Nyilván. Tehát, hogy amúgy nagyon jó és, és, uh, és így és nyilván abból, hogy láttad, hogy nyilván tudja ezt a Elvileg regisztrálni most. sem kellett sokáig. Most nem tudom, hogy kell-e már. Fogalom, sokáig Szerintem nem kellett, kellett regisztrálni, most után kellett. hanem csak egy ilyen szellemprofilod profilod volt, és akkor az ugyanúgy működött, mint hogyha beregisztrál. Tehát, hogyha belogináltél volna. -e tehát, hogy igazából tényleg ez van, hogy amit te is mondasz, hogy egyre hosszabb, és én is pont ezt ma, vagy tegnap feleztem fel, hogy, hogy már ilyen, tudom, ilyen filmekből kivágott klipeket elém a TikTok, amit egyébként YouTube-on például szoktam nézni, meg így beszokott jönni, ilyen jelenetek, és azon megy, egy 5-10 percig is nézem, nézem. És Teljesen elképesztő, hogy utána képes vagy, és keresgél annak a filmnek, amit már láttál többször, Igen. meg tudod, hogy mi a címe, annak, aki feltöltötte azt a videót az oldalán, össze-vissza hogy megnézzesd a következő Igen, a részt. következő részt, Igen. mert ugye, és akkor úgy csinálják, hogy össze-vissza van feltöltve. És ez nagyon, és egyébként viszont azt néztem, hogy minden más platformnak is, ennek is van egy financiális része, és most még ezen még nincsen olyan sok reklám, tehát nyilván, mint minden más a, platform. Azért most már egyre több. Van neked, most már neked van. mert te még csak most kezdted igen. el, Aha. szerintem én annyi reklámot kapok, hogy nem győzöm így Akkor lehet, Egyrektől. lehet, hogy még a bejtetési városban igen. igen. És fiú, nekem egy, egy kérdésem van, nekem azt mondták, hogy bizonyos egyszer valaki beszélgettem, hogy ez miért éri meg valakinek. Nyilván Instagramon már tudjuk, hogy influencerek vannak, stb. So de te azért jobban belelátsz, hogy, hogy én egyszerűen jól hallottam, hogy a TikTok fizet valamennyi nézettség után, mint a Youtube, vagy ilyen nincs? Lehet ajándékozni, Aha. élőkben, meg például videók alatt, amiket Aha. én be tudok váltani, Aha. de bevallom őszintén, hogy hogy itt nem ezen van a hangsúly. Elmehetünk az üzleti részébe, hogyha ez érdekel titeket, meg akkor még beszélgethetünk a TikTok algoritmusáról, hogy például, mint tartalomgyártónak uh -huh. mit kell észrevennie. Elkem eszembe jut meg az előbb egy kérdés, hogy honnan tudja a TikTok, hogy mi van a videón? Te hashtagel, mondjuk mondtad, hogy az első egy hal, egy, vagy egy dobás egy hal videó nem volt hashtag. Honnan tudta, hogy az milyen tartalom? Szerintem nézi azt, hogy én miket nézek meg. Tehát, hogy mi az, amin, amin időt töltök, milyen tartalmokat töltöttem fel eddig, azokhoz milyen hashtag használtam, hmm. és onnantól kezdve az szépen végig tud menni a, az oda, egész oda teszi nagyjából annak Aha, a közelében. Igen, Aha. igen. szerintem biztos, hogy a hangot, tehát ami hanganyagot felteszed, biztos, hogy jellemzi. Igen. Biztos, hogy ezek szavanként meg vannak adva, azok be Egy vannak hashtag -e. Igen. Aha. De, de még biztus, magyarul is akár? Hát, miért ne? Figyelj, figyelj, Google, hát, figyel Google Translate tudja. A, de hogy más helyen nem kell megadnod, hogy mit tartalmaz, milyen típusú tartalmat töltöttél fel, csak Na. a hashtag az, ahol meg tudod adni nem, hogy ez ugye, phishing, meg mit tudom, Te meg tudod adni a, az érdeklődési körödet uh -huh. a, a tiktokon meg a nyelvet, uh -huh. hogy milyen nyelvű videókat szeretnél nézni. Ezek azért eléggé fontos dolgok. Tehát, hogy értelemszerűen, hogyha most megnyitjuk nekem a, a TikTok analitikámat, akkor a, a videóimnak, remélem nem fog elkezdeni ordítani valamilyen <laughs> tipikus trend videó. <laughs> vagy nyávogós valami, <laughs> táncolós nyávogós videó. <laughs> Tehát, hogy, hogy ilyen elképesztő az, hogy hogyha betöltene ez a kis kedves, hogy iszonyatosan sokan nézik Magyarországról, de amúgy nagyon sokan nézik külföldről uh -huh. is a videóimat. Uh -huh. És hogy uh, ettől függetlenül biztos vagyok abban, hogy azok külföldön élő magyarok. magyarok, magyarok igen. És ez tökre kijött például abban, hogy amikor Facebookon néztem elemzési adatokat, akkor nekem nagyon sokszor volt például Amerikából, uh -huh. Indiából, Nincs internet kapcsolat, azt mondja a drága kedves telefonom. Tehát, hogy, hogy hogy nagyon sok ilyen helyről vagy, ahol tudom, hogy melyik ismerőseim laktak éppen, Aha, és kik azok, akik nézték ugye, a, a tartalmakat, amiket megosztottam. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból biztos, hogy ugyanúgy például magyar nyelvű embereknek osztja meg a, a tartalmamat, csak éppen egy másik országban él. Visszatérve a hosszabb videókra, meg az algoritmusra, Tartalomgyártónak, például nekem, az egy tök nagy segítség, hogy ahhoz, hogy egy videó szárnyalni tudjon bármilyen platformon, és minél több embernek megmutassa a TikTok algoritmus, a Facebook, a tök mindegy micsoda, ahhoz egy bizonyos számot el kell Igen. érnie ahhoz, hogy folyamatosan benne maradjon a rendszerbe. Volt erre rossz példám is, például amikor a unokölcsémmel csináltam egy filmet, amit vagy egy kis videót a TikTokra, egy dobás, egy halas videó volt, Aha. amúgy, ahol az a unokőcsém fogta meg a halat, meg ő pecázott, és azt valaki jelentette azt a videót, amúgy mm. azzal a szöveggel jelentették, hogy kiskorú agresszióra buzdítása, valami ilyesmi a, szöveget kapott. Valami állatvédő. Igen, és akkor így ültem otthon, és mindezt hajnali kettőkor jelentette, és én fölkeltem reggel, nem tudom, tízkor hétvégén, és így ültem, és ugye azzal a én egyből fellebeztem, mert amúgy ilyet is lehet a TikTokon, és akkor újra elemzik a videót, mm. és hogyha ha jogos a fellebezésed, akkor visszaállítják. Mm. Aha, csak közben kiesik amúgy a rendszerből Igen. a videó, és onnantól kezdve nem nézik. Aha. De volt például olyan is, hogy mostanában direkt hosszú videókat rakok ki, mert rosszabb reakció számnál is benne tud maradni amúgy mm. a rendszerben a videó, és dobja az emberek elé, ezzel valahol nyomva az alkotókat abba az irányba, hogy rakják ki minél hosszabb Aha. videókat, mert azt sokkal rosszabb elérésnél is én nyomni fogom amúgy a felhasználók felé. Uh -huh. És akkor visszajukadunk az eredeti kérdésre, hogy a TikTok ezzel próbálja rávenni az embereket arra, hogy az alkotó hosszabb videót rakjon ki, a felhasználó pedig hosszabbakat fog nézni. Több időt tölt az alkalmazásban. É, több van, időt tölt persze. az alkalmazásban, több reklámot több tud mutatni van az embernek, el. és abból több pénze van a TikToknak. És akkor nektek tartalomgyártóknak, vagy mondjuk a te tapasztalatod az, hogy a TikTokból mondjuk megélni, vagy ilyesmi, az ezen a szinten nem működik? Nem, nem, nem. Tehát egy semmilyen formában hmm. nem gondolom, hogy, hogy a TikTokból meg lehetne élni, sőt úgy gondolom, hogy a YouTube-ból sem feltétlenül, mm. viszont lehet nagyon jó dolgokat összehozni belőle. Mm. Tehát például a TikTok az egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy, hogy ugye ott fiatalok vannak, akik még nem rendelkeznek olyan vagyonnal, mm. hogy ők azt el tudják mondjuk egy horgászboltos horgászboltban úgy költeni, hogy abból a horgászboltos meg fog élni. Aha. Viszont egy pár év múlva ezek a TikTokos fiatalok, amikor már dolgoznak, meg, meg nem tudom, ami viszonylag rövid időn belül Igen. itt van, hiszen most 16 éves srácról Igen, beszélünk, Igen, az egy pár éven Igen. belül érettségizik, és utána vagy elmegy egyetemre, vagy elmegy dolgozni, vagy éppen a kettőt együtt csinálja, de Igen. akkor már nem anyának a zseppénzéből van dolgunk, hanem ugye akkor ő már dolgozik, és akkor már be van csatornázva hmm. idézőjelbe egy céghez. Ez tudom, hogy az egyik oldalon, aki most felhasználóként hallgatja, és fiatal, TikTokos, annak rossz érzés lehet, de és akkor itt jön be a munka, meg hogy miből lehet megélni. Hmm. Tehát, hogy abból lehet megélni idézőjelbe, hogyha összetudsz magad körészedni olyan horgászboltokat, üzleteket, cégeket, akik támogatják azt, hogy te Neki csinálsz reklámot, Igen. és Igen. akkor megint visszajukadunk amúgy a beszélgetés legelejéhez, Igen. hogy hogyan is csinálom meg azt a reklámot. Mert egyáltalán nem mindegy hogy azt mondom, hogy ez a világ legjobb csalija, és ezzel bármikor, még akkor is, hogyha amúgy a víznek hátrafele dobsz, és a fára fel magad mögött, még oda is kiugrik érte a hal. Például volt ez a egészen híres reklám, biztos, hogy ismeritek. A boil is. A boil is, amikor a én nem ráklán. akartam kimondani. Nyugodtan de... ki lehet mondani. Tudom, hogy beszéltünk róla. Persze. Hát de hát az zseniális. Mármint, hogy én az tátott szájjal néztem. Hogy de ezt, hogy aki azt az kitalálta, igen az amúgy egészen elképesztő, amikor a pont kiugrik a partra a boilier uh -huh. vagy a, a... Amikor, hát amikor a, a, amikor a, a, a néni beleengedik. A azt akartam, hogy a, a, a kútba a érted, a, a vödörbe, a bojlis vödröt, és akkor amikor visszahúzza, akkor van benne egy pont. Egészen fantasztikus reklám, csak az a különbség, hogy annál tudja az ember, hogy ez reklám, egy és igen, egyáltalán verszi. nem mindegy, amikor élőnek van eladva a, a, a kamu. Igen, egyébként én azt gondolom, hogy, hogy ezekkel a platformokkal, tehát már nálunk akár, a, amikor én, 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 fiatal voltam, nekem ugye akkor ment a Youtube, és akkor jött ebbe az, hogy, hogy, hogyan reklámoznak ott az influencerek, stb. Hogy már ott a tévéhez képest is volt egy óriási ugrás. Mert ott már, ott már te szűrtél magadnak, nem azt szűrted meg, hogy, hogy, van 15 csatorna, és abból valamit kapsz, hanem ott már saját tartalmat, és ugye szerintem, hogy a mert mindenkit egyre jobban abba az irányba nyom, hogy egyre őszintébb is olyan tartalmat gyártsanak, meg úgy olyan reklámot adjanak eléd, ami tényleg nem átver is. Nyilván ettől látjuk a, a mindenféle fogfejítő, meg ugye az Instagramon azért, az azért, azért fogfejérítő jó csajokkal jellemző. Igen, igen, vagy a, a, a kedvencem az Instán mostnáva biztos ti is nyertetek naponta legalább három Persze. darab hajszárító. Igen, igen. Meg igen, Dyson, Dyson, Dyson Porsi volt időszakban. De a amúgy uh, azt akartam megmondani, hogy beszélgettem most egy volt tanárommal, gimis tanárommal, és éppen pálya, hogy jó lesz a kialakult körülmények miatt, de arról beszélgettünk, illetve arról voltam kíváncsi, hogy a mostani gimisek, akik ugye jellemzően 2000 után születtek már bőven, ja, bőven, inkább 2008 környéke, ők mennyiben különböznek tőlünk, hiszen ők már az, a digitális világban abban születtek bele gyakorlatilag, már a, a mobilon internet volt, amikor ők megszülettek, és azt mondja, hogy tök érdekes, mert a, az látszik, hogy a vizuális képfeldolgozásban rettenetesen fejlett, vagy sokkal fejlettebbek, mint mi voltunk annak idején, viszont az olvasott és elmondott szövegnek a memorizálásában sokkal-sokkal rosszabban. Tehát, hogy valahogy ez az, ez az összes ilyen digitális platform, ezeket a készségeket fejleszti, illetve nyomja el ilyen tök érdekes. Uh -huh. Egyébként, amikor én voltam a, a volt gimnáziumban, meghívtak előadni, hogy ilyen online dolgokról, ezt a horgászatról akarták, hogy beszéljek, azt mondtam, hogy nálam vannak nálam, 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 emberek, akik ezt jobban értik, meg jobban tudják ezt a szakmát, uh -huh. és akkor mondtam, hogy helyette ilyen online dolgokról nagyon szívesen beszélek, és tök érdekes volt, hogy, hogy én megmondom őszintén, nem le is valószínűleg lebecsültem azt, hogy a diákok mennyire vannak képbe, amit én saját abból indultam ki, hogy én mennyire nem voltam képbe abban a korban, amikor oda a gimnáziumba yeah. jártam, hogy érdekes hogy 18 év körül teljesen tisztában voltak, hogy mi ez a, a reklám, mi az, ahol át akarják verni. Ők hogy tök tudatosan, tök jól tudtak mindent. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon képbe voltak. Ami érdekes volt, hogy a tanárok azok, tehát ők, ők, se, ők nem nagyon, tehát nagyon sokan dolgot mondtam, láttam, hogy a tanároknak volt a legnagyobb meghökkenés ez a dolog. Amíg érdekes volt, hogy a fiatalok, tehát az ilyen 14-16 éves korig, ott az éreztem azt, hogy, hogy ott még nem nagyon vannak tisztában, tehát hogy arra, mert 18 év körül ember azért úgy, néz ki, hogy a kikopálódnak annyira, hm. hogy tudják, hogy mi az, ami átverés, mi az, ami, ami, ami igaz, de a fiatalabb generációknál ott azért oda kell figyelni, mert, mert ők ezért könnyebben befolyásolhatóak. Azt mondta ez a tanár is, hogy a, a, a legtöbb diákja, az, ha megkérdezi, hogy mi szeretné lenni, influencer. És amúgy ezért is hoztam fel a témát, mert hogy az maga az a szó, hogy influencer, az alapvetően ugye nem jelentene semmi mást, mint hogy hatással van másokra, tehát mondjuk véleményvezér, vagy nem tudom, hogy szokták ezt fordítani. De van ennek egy nagyon negatív része, aki, ami miatt egy kicsit ilyen pejoratívvá vált ez a, ez a szó, amit az Instagram hozott el szerintem leginkább. Viszont, hogyha azt akarnánk, vagy arra vagyok kíváncsi, hogy hogy határoznátok meg azt, hogy lehetsz influencer, csak, csak hogyan csináld ezt jól. Én úgy gondolom amúgy, hogy nem mindenkinek való. Ez biztos. Nem jó dolog, nem fog abból megélni, hmm. hogy van egy fényképén 50 ezer like, mert egy likeért nem ültetnek 8 fát, és nem rak a zsebébe senki egy ezrest, tehát, hogy ilyen nem létezik. Úgy gondolom, hogy az egy tök jó dolog, hogyha a hobbidnak tudsz élni, és hmm. a hobbid egy bizonyos szempontból, a hobbidat meg tudod osztani a, az interneten, de az, az, egy teljesen fals kép, hogy mindenki influencer akar lenni. Én kimondottan utálom. Tehát, hogy én egy pillanatig nem tartom magamat influencernek, én egy srác vagyok, aki nagyon-nagyon szeret horgászni, és azt szereti megosztani az interneten, és számára néha teljesen értetetlen okokból több tízezer ember követi azt, hogy ő mit csinál, de hogy én, én nem szeretném azt, hogy bárki azt gondolja, hogy akkor ez azt jelenti, hogy nekem azért, mert éppen az egyik videómat megnézik 700 ezeren, azért nekem milliók csúsznak a zsebembe, és én éppen hiszé a Bahamákon, amikor éppen nem a Diana és Zoltán tavon kergetem a 22,5 kilós bütyköst, akkor éppen a Bahamákon dobálom a jaktról a a száz dollárosokat a bikinis lányoknak, és két méteres barakudákra pergetek, csak ezt éppen nem osztom meg. Tehát ilyen nem történik értelemszerűen. Én lennék a világon a legboldogabb, hogyha megtekintés után kapnám a fizetést, uh -huh. mert hogy akkor, <laughs> akkor történne, Igen. de hogy ilyen nem létezik. A fiataloknak talán szerintem, szerintem az a legfontosabb, hogy, hogy legyen. Hogy a múltkor azt mondtam az egyik ismerősömnek, aki azt kérdezte tőlem, hogy mikor vagyok magammal elégedett. Hmm. És egy tök érdekes beszélgetésben mentünk bele, és azt mondtam, hogy soha nem vagyok magammal elégedett. És ez egy nagyon-nagyon fontos egy olyan embernek, aki mondjuk ilyet szeretne csinálni. Soha nem vagy elégedett, mindig jobbat akarsz csinálni, mindig látod benne a hibát, még annál is jobban, még annál is többen nézzék meg. Ez olyan, mint valami drog. Aha. Teljesen ráfüggsz arra, hogy, hogy egyre többen és többen. És... És valahol benne van az is, hogy így viszont soha nem tudsz magadra büszke lenni. Uh -huh. És az egy tök jó dolog, és én ezt mindig is fontosnak tartottam, hogy őszintén beszéljük meg. Tehát persze megint, hogyha most a beszélgetés elejéből kiindulva el tudnám nyomni a reklámot, hogy mekkora királyság, és megismernek az utcán, és fényképek, és autogram, és kiszállok a kocsiból, és közben a másik autóból dudálnak nekem, hogy szia Marci, persze ez tök jó dolog de itt nem ezen van a hangsúly, mert az embernek van amúgy egy belső értéke, amit minden egyes videóval és fényképpel és bejegyzéssel, amit posztol, azzal a másik oldalon az önbizalmát folyamatosan kiteszi, mint valami kötéltáncos, ahonnan ahonnan éppen csak azon a kis határom hogy éppen lezuhan vagy nem zuhan le, és vajon eléri azt a szintet, amit el akarok érni, vagy nem éri el. Vajon megnézik 15 ezeren azt a videót, vagy nem nézik meg 15 ezeren, és ez egy folyamatos stresszfaktor, és folyamatosan egyre jobb és jobb és jobb akarsz lenni, és tök vicces, hogy tisztára megvan az a kép, amikor az olcsival azon versenktünk, hogy kinek lesz előbb tízzer követője a TikTokon, és akkor most van 28 ezer, de most meg például az volt a cél, hogy hogy mire jövök most ide hozzátok, akkor azt tudjam mondani, hogy 30 ezer van, de hogyha mondjuk <laughs> három hét múlva jövök, <laughs> akkor meg azt akartam, hogy 35 ezer legyen. Tehát értitek? Tehát, és a, itt, itt a legfontosabb dolog, amit soha senki nem mond el szerintem a fiataloknak, akik fölvágnak, és azt mondják, hogy ők influencerek lesznek, hogy azzal valahol együtt jár az is, hogy azzal a tartalommal, amit te kiteszel, azzal valamilyen formában mindig elégedetlen vagy, uh -huh. és mivel az a tartalom, amit te gyártasz, annak haszna van a te életedre bármilyen uh -huh. szempontból, az együtt jár azzal is, hogy önmagaddal is elégedetlen vagy. És ez az, amiről soha senki nem beszélt, uh -huh. egy árva szót sem, hogy, hogy elmegyek mondjuk pecázni, fogok egy halat, de nincsen meg a kapás, és tudom, hogy föl kellett volna venni a kapást, Aha. és tudom, hogy annak meg kellett volna lennie, mert mert határidő van, és ki kellett volna rakni, és nem tudom, és most mi lesz, és otthon ülök, összeroskadva, hogy most akkor ebből nem mi lesz. Nem lett volna a kapás. És innentől kezdve a hobbi, mint olyan, igen. az elveszett. Igen, ezt amúgy sokan mondják, hogy ahogy elkezdesz ilyen tartalomgyártás, vagy igen, elkezdesz tartalmat gyártani, azzal a munkává válik, és ez amúgy egy ilyen tök szar dolog, hogy ha A múltkor ha azt nem kérdezte jelvezet. az egyik ismerősem, nagyon sokat szoktam amúgy ezekről beszélgetni az ismerősökkel, mert hogy, hogy valahol fontosnak tartom. Mm -hmm. Tehát, hogyha ezt valaki hosszú távon, és megint a fiataloknak ezt magába tartja, arra, arra rá fog menni. Aha. Tehát, hogy arra teljesen rá lehet menni. És iszonyatosan depressziós tud lenni utána az ember. És azt mondtam a, a, annak az ismerősömnek, hogy az a baj, hogy a horgászat az nem olyan, hogy most akkor éppen forgatok, vagy éppen nem forgatok. Uh -huh. Mert annak a kamerának mindig mennie kell, mert bármelyik dobásban uh -huh. benne van az a hal, ami életet hala. Igen. És akkor innentől kezdve kiukadunk arra a pontra, hogy már nem létezik olyan, hogy én csak úgy lemegyek és peca van, és tök jól ellazulgatunk, mert amikor éppen nem megy a kamera, akkor meg azon stresszelek, hogy amúgy tök jó így dobálgatni, csak hogy hogy amúgy mi van akkor, ha éppen most fogom megélteni mm -hmm. halát, hogy ez egy ilyen tök nehéz helyzetben nyomja bele amúgy az embert. Igen. És mostanában egyre többet látom az elmúlt pár évben, hogy egyre több ilyen Facebook oldal keletkezik meg, TikTok meg, meg Insta oldal, különböző horgászok, fiatalok, idősebbek, hogy ők akkor most horgászoldalt fognak csinálni, és ők... Semmi másra nem vágynak csak egy cégre, akik alájuk nyomják a különböző Igen. csalikat, ami szerintem rég el van rontva, Igen. tehát, hogy bocsánat, ennek nem így kell működnie. Méghozzá azért nem, mert hogyha én valamit csak úgy odadobnak hozzám, akkor azt nem úgy fogom értékelni. A legegyszerűbb példa erre az elkényeztetett gyerek, amelyik csak egy iPhone 6-est kap, pedig ő 13 Pro-t akart. Igen. De amúgy meg, már bocsánat, örüljön annak, hogy kap egy iPhone-t, vagy menjen el dolgozni, és vegyen magának iPhone-t. Tehát, hogy ehm, hát igen, értelek, abszolút. Nem eb. tudom, hogy mennyi időnk van amúgy erről. Azt nézem, hogy most már lassan, lassan elérünk az időnk végéig, még egy dolgot akartam megkérdezni, hogy téged meg szoktak keresni cégek? Igen, sorozatosan visszamondom az ajánlataikat, mert nem fognak megetetni uh -huh. azokkal a dolgokkal, uh -huh. amiket ajánlanak, és azt mondom az ismerőseimnek is mindig, és tök jó, hogy amúgy ezt hogy ne fogadják el, Uh -huh. Tehát, hogy hogy ma Magyarországon a teszthorgász, csak hogy mindenkinek tiszta legyen a fejében, hogy mit jelent. Az elején mondtad, igen, hogy erre meg ki. A teszthorgász az azt jelenti, hogy kap egy kuponkódot a srác, Aha. vagy a lány, teljesen mindegy. A kuponkóddal ő kb. ilyen, hát nem nagy keráron, mert nagy alatt, ilyen, ezt olyan, szerint 30 vagy 50 százalék környékén. Még, a, tehát hogy ezek be vannak osztva igen. bronz, ezüst, ha. arany izé, igen. díjszabás szerint, de hogy nagyjából olyan áron tudsz vásárolni az anyacégtől, ami az anyacégnek a munka meg, a, meg az anyagdíja. Igen. Tehát magának a, a cégnek, költség, igen, igen, gyártási költség, ezt a szót kerestem, köszönöm, magának a cégnek nulla forintba kerül az, hogy te meg veszed azt a botot tőlük, mert pont kifizeted Igen. azt az egészet. Majd utána te elmész, pecázol azzal a felszereléssel, és azzal a felszereléssel te fogsz halat, meg minden, és ők posztolják ugye, ezt jobbra-balra mindenhol, Igen. és ez alapján eladnak elképesztően sok botot, műcsali, tök mindegy, hogy micsodát, és utána őnekik ebből pénzük van. A probléma ott kezdődik, hogy vannak emberek, akik eladják a lelküket is azért, hogy legyen egy ilyen kuponkódjuk, hát. és képesek áthazudni a világot. Tehát, hogy bocsánat, ennek nem így kell működnie. Az anyacégnek pedig ki kéne valakit fizetni, aki legyen inkább kettő ember, az viszont dolgozzon úgy, és tényleg szívvel, lélekkel, hogy megérje az mindenkinek. Tehát, bocsánat, de azt mondom, hogy engem nem fognak megetetni egy kuponkóddal, és akkor most jön a csavar mert hogy arra még nem esett szó, ez egy egészen hosszú, ilyen szép, hosszú vastag szerződés, aminek a utolsó utáni oldalán a legkisebb betűvel jobbról-balra írva, fejjel lefele, oda van írva, hogy amúgy az így kapott vagy megvásárolt horgászbotokat, ameddig a cégnek dolgozunk, addig nem lehet eladni. Mit is jelent ez? Általában egy évre írjuk a szerződéseket ilyenkor, következő évben megjön az új széria. Magyarul te haszonnal azt a felszerelést, nem fogod tudni továbbadni, mert téged köt egy szerződés arról, hogy nem adhatod el azt a felszerelést, uh -huh. és innentől kezdve, amikor már el tudnád adni, akkor már kellően amortizálódott az a felszerelés, illetve már kijöttek újabb szériák Igen. belőle, ezért ismételten nem fogod tudni haszonnal eladni. Így egy ilyen ördögig körbe kerülsz, ahol igazából te semmilyen formában Igen. nem nyerhetsz, téged átvertek, de te legalább azért az egy horgászbotért, meg az orsóért a fél szívedet is odaadnád Igen. bárkinek, csak hogy legyen egy horgászbotod. És erre mondom azt, hogy nem, igenis mindenki dolgozzon a saját brendjén, és előbb-utóbb mindig szembe jön az a az az ajánlat, amiből uh -huh. tényleg lehet pénzt keresni, és tényleg értékelve vagy. Az lehet, hogy sok idő, de legalább együtt jár azzal is, hogy számomra sokszor igen kellemetlen alakok nevezik magukat teszthorgásznak, <laughs> és most nagyon politikailag korrektív <laughs> fogalmaztam, mert hogy, mert, hogy, mert hogy nem értek vele egyet. Aha. Tehát számomra hihetetlen az, hogy hogy vannak emberek, akik egy hónapja dobálnak, vagy pecáznak, <laughs> és ők jövő héten amúgy a legnagyobb cégtől akarják a legjobb csalikat, most ez lehet bojli, műcsali, nem tudom, wafter, faderbot, tök mindegy, ilyen. de hogy akkor ők akkor ezt így csinálják. Ez egészen elképesztő. Tehát hol van itt a, az alázat, a tanulni akarás, a, az izé. Itt mindenki azt gondolja, hogy ha van egy cég mögöttem, akkor én már eljutottam a csúcsra. De hogy igazából nem jutottam el a csúcsra, semmit nem csináltam, csak még több pénzt amúgy a cégnek. És igazából én nem vagyok értékelve, csak egy bolha vagyok egy szép kuponkóddal a farsebembe. Tehát igen, ilyenek vannak, köszönöm szépen, ezekből nem kérek. Mindig azt szoktam mondani, hogy biztos ki tudunk találni olyan felállást, ami nekem is tetszik, meg nektek is, aztán soha nem tudunk kitalálni, de hát ennyi baj legyen, valahogyan túl fogom élni ezeket a, a nagy céges dolgokat. Alapvetően úgy gondolom, hogy senkinek nincs szüksége arra, hogy valaki mögé álljon, hogyha ki akar törni abból, hogy neki legyen egy saját oldala. Így is, úgy is meg fogja venni a, az adott márkának a cuccait, nem az a cél, hogy akkor ők most odálljanak mögém, és én oly kapjam meg azt a, azt a felszerelést, Hát, vagy hogyha nem. ez a cél az baj. Tehát, hogy ha valaki. Nem. És ami, amiről végig beszéltél végül is, így nagyjából össze is foglalhatjuk így az egész mondandódat, hogy nem reklámot és nem kamu dolgokat kell a social médiában vagy bárhol közvetíteni, mert akkor inkább ne csinálja senki. Ennek Pontosan. nincs értelme. igen köszönöm. Azonban, hogyha tudást, tapasztalatot és tanítást próbál átadni, akkor azt csinálja nyugodtan, és lelkesen és minős, jó minőségben, de akkor ne várja cserébe azt, hogy ebből ő meg fog gazdagodni, hanem a jobb jóért csinálja, és ne a, ne a pénzért. Szerintem még csak nem is a jobb jó, önmagamért. Igen. Tehát engem elképesztő boldogsággal töltel, és akármennyi pénzzel nem lehetne ezt az egészet uh -huh. felmérni, amikor azt látom egy kisrácnak az arcán, aki képzétek, hogy volt, én több száz kilométert utazott azért, hogy ő ott pecászhasson, ahol én is találkozhasson velem, uh -huh. és akkor látom, hogy ő megfogja azt a halat, és akkor ott együtt legugolunk, izén megnézzük, bla bla bla. Uh -huh. Ennél nagyobb elismerés uh -huh. szerintem abban, amit én csinálok, nem kell, és nem is tudok elérni. Igen. Igen. Tehát nekem nem kellene itt milliók, Teljesen, teljesen egy elvont dolog az, aki azért akar bármilyen formában, bármilyen témában influencer lenni, hogy ő milliómos legyen belőle. Az, az, az egy fals kép. Igen. Mert ott már rögtön hiányzik az adott témában a tisztelet, Így van, az alázat, a, a... a tanulni akarás. Az, hogy. De maga az indíték rossz. Igen. Igen. Igen hogy, Tehát, hogy... E... és És mondom ezt úgy, hogy hogy ugye kezdtem úgy az egész beszélgetést, hogy nekem megvannak a saját példaképeim, mm -hmm. akikkel elképesztően nagy elismerés, hogy ma már tudok beszélgetni velük mm -hmm. úgy, hogy, hogy nem mondjuk egy képernyőn keresztül látom őket, hanem, és még egyszer csak egy pillanatra behozom a Krisztiánt, a Jankovics Krisztiánt csak egy félmondat mondat erejéig, mert tényleg a legelején semmi bántó nem volt ebben, Ma felhívott, képzeljétek el, a Jankovics Krisztián, mert megy valahova pecázni, ahol én már voltam, és ott filmet fog forgatni, és hogy segítsek neki, hogy így meg úgy, meg nem tudom. Én meg így először, ugye meglátom, ki írja a nevét a, a telefonon, uh, uh, izé, álljunk föl, fésülködjünk meg, vegyük föl, remélem épp nem fognak fúrni a szomszédba, és akkor fölveszem, teljesen stresszbe vagyok, vajon mit mondjak, hogy mondjak, de amúgy közben nem akarom húzni az idejét. Tehát, hogy értitek? Tehát, és, ő te... és, amúgy ő is Tehát, hogy, hogy ez teljes Jó, mértékben de. megvan, Egyem. és utána lerakjuk a telefont, és arra gondolok, hogy nem akarok csúnyát mondani, de hogy az olyan Krisztián fölhívott, hogy segítsek neki. Igen. Jó, tehát, hogy, hogy... és itt, itt, alapvetően itt megint oda akarok kiukadni, hogy nem én, egy, én nem egy sztár vagyok, igen, igen, igen. hogy engem fölhívott a Jankovics Krisztián. Én leborulok itt három emeletet, hogy el tudom mondani, hogy engem fölhívott a Jankovics Krisztián. Igen, igen, amúgy ez a szép benne, hogy ha jól csinálod, és, és tényleg van tudás és tapasztalat alázata, ahogy te mondtad, akkor el lehet érni arra a szintre, hogy azokkal tudsz tapasztalatot cserélni, beszélgetni, akikre korábban te úgy néztél, mint báványokra. És ugyanakkor megvan ugye a másik oldalon az is, hogy vannak, akikben meg hatalmasat csalódtam uh -huh, az igen, évek igen, alatt, igen, igen. és rájöttem amúgy a, a mocskos kis titkokra, amik uh -huh. ott a háttérben meghúzódnak, és nagyon rossz érzés volt, és tényleg kellett rá több hónap, vagy akár év, hogy fel tudjam dolgozni, hogy hú, de nagyon átvertek. Pedig leborultam, és Igen. konkrétan most viccen kívül volt olyan orgász felszerelés, ami alá volt írva, és szomorúan dobtam ki a kukába, <laughs> hogy ez most már nem ér semmit, mert teljesen átvertek. Aha. Uh -huh. Ugyanakkor megvannak azok az emberek, akikkel, hogy a, a ma a beszélgetés én hú, sokszor mondom ezt, na mindegy, tehát a beszélgetés elején például elmondtam, hogy a Móri Pisti az nekem egy, egy hihetetlenül Igen. nagy példakép. Én nagyon sokat tanultam a Pistitől, és bár a Pistinek van egy ilyen vicces stílusa, amit úgy gondolom, hogy ha a hallgatók ismerik a Móri Pistit, amikor színpadon áll, akkor az rögtön tudják, hogy mire gondolok. Ettől függetlenül olyan elképesztő alázat van benne a horgászat iránt, mm -hmm. a fiatalok iránt, az, hogy az, hogy ő nekem ennyit segített, hogy én, én nála vizsgáztam, a bátyám mm -hmm. is nála vizsgázott, édesapám is nála vizsgázott, az egész család nála vizsgázott, nagyon sokat tanultam tőle, és ma az, hogy én én együtt állhatok a Móri Pistével egy színpadon, és előadást tartatok, mm -hmm. vagy engem fölhív a Pisti, és azt mondja, hogy figyelj Marci, a, nagyon sokan meló, hogy gyere, ugorj már be, és műsorvezetőként jelenj már meg akármelyik mm -hmm. kiállításon. Az nekem az nekem akkor elismerés, hogy én a példaképemmel, és akkor ő után azt mondja, hogy képzeld el, hallgattam az előadásodat, és tök jó volt, mert hogy csomó mindent tanultam belőle, amire én mm -hmm. nem is gondoltam. És így hogy ott állsz, vagy éppen ősz, és, és őszintén mondom most a hallgatóknak, meg nektek, hogy amikor ezt mondta nekem a Pisti, én komolyan majdnem elsírtam magam, uh -huh. és amúgy most is rendesen könyvbe lábad a szemem, uh -huh. mert hogy a csávót, mert hogy most már vagyok vele olyan Mi kapcsolatban, van. hogy azt mondja, hogy a csávó, uh -huh. a csávót azt olyan szinten tudnám piedesztára emelni, és olyan sokat tanultam tőle, és olyan sokat köszönhetek neki, és olyan sok botom van tőle, műcsalim, akármit, uh -huh. tényleg, és, és bementem hozzá, és mindig segített, és volt, hogy éjfélkor hívtam föl, hogy figyelj, is uh -huh. és akkor fölvesz, és azt mondja, Hallod, úgy a családomban, gyerekekkel és alszom, de mondjad, Mizu, és hogy, hogy na, és, és ez nem csak a Múri Pisti, mert ezt mondhatnám Persze. a Nacsa Gáborról, és még egészen sok emberről is, akiktől hihetetlenül sokat tanultam, sokat segítettek, a mai napig segítenek, és hogyha meg kell fogalmaznom azt, hogy én miért szeretem azt csinálni, amit csinálok, az pontosan az, hogy amellett, hogy jó érzés a gyerekekkel mondjuk hmm. foglalkozni, vagy akár idősebbekkel, amellett, hogy én nem felejtettem el azt, hogy milyen érzés mondjuk nekem a Móri Pistivel színpadon hmm. állni, hogy a Nacsa Gábort megkérdezni egy adott témában egy, egy felszíni pergetéssel kapcsolatban, hogy miért úgy húzod a VTD-t, hmm. hogyan rángatod, stb. stb. Hogy ezeket nem felejtettem el, és hihetetlenül hálás vagyok annak, hogy ilyen embereket és ilyen nagy tudású horgászokat ismertem meg, akik mindig segítenek, és mindig összetartunk, és mindig ott vannak, és valahol, amikor posztolok egy videót, akkor azt szeretném, hogy a, a jövő, aki majd a jövőben akár lehet, hogy egyszer olyan lesz, mint, mint most én, uh -huh. az pontosan ugyanezt érezze. Igen és pontosan ugyanezt akarom neki átadni, és hogyha ír nekem az Instagramon, és vesz magának egy egészen kis bolondos kis műcsalit, akkor biztos, hogy visszaírok neki, és, és azt mondom, hogy figyelj, én ezt így csinálnám, nem mindig azonnal írok vissza, mert ebben az elég ügyetlen vagyok, de hogy, hogy igyekszem, és, és föntartani, és segíteni, és nem tudom, a lényeg az a, a, a segítségnyújtásom van meg azon, hogy szeretek kiállni a vízre, is szerintem záró mondatként még hozzáteszem, hogy rohadt szerencsés vagyok, hogy ennyi időm van arról, hogy diszkorton legyek. <laughs> Igen, amúgy ezt akartam mondani, hogy az egész gondolatmenet már egy tökéletes záró gondolat volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk újra. Remélem, hogy majd még lesz erre alkalom, biztos lesz még egy csomó téma, amiről nem beszéltünk. A hallgatóknak köszönjük szépen, hogy meghallgatták ezt az adást is. Iratkozzatok fel a platformon, ahol éppen hallgatok minket, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, és ahol csak lehet, köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. <laughs> Sziasztok. <most> <gül> <gül> Ez volt a Parti Arcok Podcast Pásztor Viktorral és Sörös Álmossal. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz. Keres minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, Soundcloud-on és a Fisindán. Két hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.